open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után 12 perce, jó reggelt! Hello Feri, hello Jani! Sziasztok, jó reggelt! Hello mindenkinek, drága hallgatók! Egy kicsi hangulás, kicsi állítás, egy kis székigazítás, és minden ami kell, hogy elinduljon egy újabb hét. Az utolsó a szabadságunk előtt. Ja, juhé! Hát ez mindenképpen juhé. Ez mindenképpen juhé. És jön a jó idő. Jön a jó idő, a hétvégére már 30 fokot mondanak. Igen, igen. Most a hétvégére azért volt egy-két olyan pillanat, amikor az ember csak így kapkodott, megnézte a fejét. Hát nekünk sikerült a teljes hétvégéből egy szombat délelőttöt kijutnunk, amikor nagyon kellemes volt az idő. Tehát, hogy így pont elcsíptük, amikor beszálltunk a kocsiba Tatán, egy nagyon kellemesen eltöltött délelőtt után, beszálltunk a kocsiba, és abban a pillanatban leszakadt az ég, és onnantól kezdve egészen megdöbbentő volt. Hazafelé jövő tényleg ilyen tengelyig érő vízbe jöttek az autók előttünk. Durva volt, a vasárnap is aztán nagyon. Nagyon súlyos. Nem volt túl jó idő. Nagyon súlyos. Idő, nagyon súlyos. Üzenném annak, azt hiszem, hogy talán egy kombi, fekete, német autót, sajnos nem tudtuk megnézni a rendszámát, mert azután, hogy megláttuk, közvetlenül beterítette az egész autót kb. Ilyen 3 köbméter vízzel, meg azokat is, akik a megállóba állnak, meg azok is, akik egyébként a zebrán akarnak át közlekedni. Tehát, hogy valaki egy kertvárosi részen lassítás nélkül ilyen időben tengelyigérő vízben úgy menjen át 80-nal egy kereszteződésen, hogy lelkismert forgalás nélkül. Kapott neki? Hát mindenki persze. Ez a Halomi út viszonylag szűk, tehát hogyha egyszer jön az autóbusz az egyik sávban, akkor a másik sávban lehet csak közlekedni, mögötte pedig ilyen, akár mitől a jó kilométeres, nem, de pár száz méteres sor simán összetollad, na egy ilyen helyen. És tényleg úgy, hogy tengelyig érő vízben, és mindenkit, élőt, holtat, autót, motort, hogy hívják ott, fákat, bokrokat. Lehet ez volt a perverziója. Hát, nem, hogy járkált egész. Fiatal sofőr, tudod, aki szeret mindenki. Annak szeret a pár embereknek az a perverziója, hogy kiszedj az autóból, hogyha esetleg van rá lehetőség, és megmártozás az ő kedves kis arcacskáját a vízbe. Én szeretem, amikor az előttem lévő autó engem beborít. Én azt bírom, hogy egy pillanatra nem lát semmit, tudod. Mert olyan eső van, amikor a járókerülőket lefröcskölik, azt nem, de mikor olyat kapsz, hogy így az egész kocsid, és így gyorsan el kell kezdeni ablakot törölni, mert semmit nem látsz. És van egy másodperc, ami vak. Én azt bírom. Nekem csukd be a szemed így egy kicsit. Olyan eső, hogy annyira beterít, hogy nem tud mit csinálni, csak megy. Hogy a belső sávba elmegy melletted, és rád nyomja el. Az kikerülhetetlen. Tehát aktív tömegközlekedőként én abban a pillanatban nagyon át tudtam érezni azonkat a helyzetét, akik ott álltak a busz megállóban, és indultak valahova, és jött ez a gyökér. És hazamész átöltözni. Ott az egy öltözés. Ott az egy öltözés, igen. Az egy öltözés. Foci VB, EB nézte valaki? Én nem nézek foci gyerekek, csak láttam a huligánok. Nem, de hogy na az igen, az viszont. Én nem is értem az UEFA-t egyébként, komolyan mondom, nem értem. Hogy miért nem tiltják ki azonnal a két csapatot? Köszönjük. Most erről van szó, ugye, most kezdik beszélni, hogyha teljesen bebizonyosodik, hogy ők a futball huligánok nyomják, akkor Anglia, Oroszország elő. Én szerintem rengeteg ember egyébként, ezért bocsánat, ennyit hangolok, csak nem, ez még nem tudok meggyógyulni. Én rengeteg ember ezért nem szereti a focit, igen, mert vajon ennyire primitív egy sportág. De tényleg komolyan mondom, ezt nem hallod vízilabdán, ezt nem hallod teniszen, ezt nem hallod Forma 1-en, ezt nem hallod sehol, csak a futballba. És egyszerűen elképesztő primitívek. És nem szabad összemosni a normál rajongókat. Persze. Az ultrákkal. De és nem a sport a primitív, hanem alapvetően ezek, igen, az emberek, ezek, hát, a sportra. De valahogy ez a semmi közük a valahogy ez a futballhoz jár. Szóval nincs másik sport. Én nem tudok mondani még csak egy sportot, ez van. Szerintem ez nem a sportról szól. Tehát, hogy ennek semmi köze a futball, az a futball, az egy nagyszerű sport, minden sport nagyszerű. És mindent lehet egyébként kulturáltan nézni, kulturáltan rajongani a csapatodnak. Ezek a gyökerek, ezek csak a balhét keresik. Semmi köze a sporthoz. Én kicsit ezért utálom a focit, mert nekem ez megbélyegzi magát a futballt is. Ahol ártatlan szülők, gyerekek menekülnek, mert az ultrák verik őket is. Érted? És az UEFA megint így, jaj, hát ha legközelebb ilyen van, akkor itt így legközelebb? Azonnal, köszönjük szépen az angol válogatottnak, köszönjük szépen az oroszoknak, üljenek repülő, vége van. Ez így van, elég gondunk a terroristákkal. Ja. Ezek itt hülyére verik egymást, ha még csak egymást vernék hülyére. De lehetett látni olyan képeket, hogy
apuka feltett kéz, hogy ő gyerekkel van, nem, és neki semmi közül, csak jött a kedved, ne verjetek agyon érte, de egynek lehet a szíve négy kórházba, a kultrak közül azt nem sajnálom, ha verjék agyon egymást. Igen, csak ott tényleg a családdal elmész egy meccsre. Hát, ugye, háborús övezet, Marseille, meg a környék, meg mindenki, szóval, hogy ez miért jár együtt a futballal. Meg azok a vendéglátósok, boltosok, akik egyébként várták az Európa-bajnokságot, mert hogy ez nekik plusz forgalmat jelent. Azt mondták, hogy köszönjük, akik inkább nem nyitunk ki, mert semmi értelme nincsen. Hát, meg most ugye az alkohol a stadionok környékén, most beszüntették az alkoholárusítást. Erre várt valaki, érted, hogy 5 sörrel többet ad el naponta, és ott állsz, és mi van, nem adhatok egy sört ki? Egy olyan fejlett állam, mint Francia, amit a franciák nem tudják ezt megállítani. Nem. Szóval pedig őknek már volt azért lázadásuk, meg Párizsba gyújtogatás, meg nem tudom. Egyszerűen nem tudják azt lemenedzselni, hogy szétválasszák őket, külön útvonalon menjenek be ki. Hát rommát vertek mindenkit. Megérkeznek a nagyon kulturált, nagyon intelligens angol szurkolók, és elkezdenek iszlám államozni. Hol vagytok, hol vagytok? Nagyon kemény. Húzogasd a bajszát, persze. Nagyon kemény. Én azt értem, hogy visznek be ilyeneket a stadionba. Tehát hogy tudnak ott gyújtogatni? Hogy vannak pirotechnikai eszközök? Hogy van az, hogy előveszünk? Hát, igen, és így a piros fák, és a következő pillanatban fél stadion már érted. Meg hát van a dolgnak egy másik olvasata is, hogyha ezt be tudják vinni, akkor be tudnak vinni 4 kiló TNT-t is. Bizony. Hát ez igen, ez az ember nem is érti. Ez ember ezt nem is érti. Szóval, én nem tudom. Azt mondták, hogy ultrák voltak, de most nem tudom, hogy ultra, vagy huligán, vagy mit tudom én, mik ők. De csak az UEFA azt mondta, hogy ennyi rontom-bontom. Miért? Miért? Ahelyett, hogy igen, azonnal. A gyerekek, mi béközépünk látott, hát milyen békés fiúk. A Fradi például, de most meg nem járnak. Nagyon jók fejek voltak, mert úgy tudom, hogy legalábbis azt olvastam fönt a Nemzeti Sporton, hogy kifejezetten kérték a magyar szurkolókat arra, hogy ne szakadozzanak széjjel, ne keveredjenek be balhéba, lesznek gyülekezési pontok, legyenek inkább együtt, tehát hogy nehogy az legyen, hogy valakit kiszúrnak maguknak, valaki esetleg valami afférba keveredik, aztán pedig nagyon csúnyáján, mozogjanak együtt, tehát hogy kerüljék a konfliktusokat, tehát hogy... Na jó, de gondolod, egy szülőként meg apaként... Na az persze. Félned kell elmenni egy meccsre. Szóval, hogy átgondolod, hogy most kivid a gyereket, vagy nem így kell. Ráadásul annyira primitív. Az ilyen nagy verseny, tehát hogy az EB-n, VB-n eddig nem volt jellemző. Tehát ez a klubcsapatok találkozójánál általában ugye mindig az volt, hogy utána elvonultak a srácok, valahogy jó megagyabudjálták, egymást hazamentek, de az ilyen nagy eseményen ez eddig nem volt. De tényleg, az eddigi EB-k, VB-k történetében nem volt ilyen, ugyan, azt én nem emlékszem, nem volt jellemző? Nem volt jellemző, pontosan arról szólt, hogy akkor egész Európa focit néz, mindenki örül annak, hogy lehet futballmérkőzésen szurkolni a saját csapat, vagy a saját országodnak, ugye nem is csak úgy csapat, hogy klubcsapat, hanem a saját országnak, és ezt meghagytuk annak, hogy egyébként, amit én két angol csapat összeveri egymást, hogy a szurkolók gyűlölik egymást, az ott kijött, és kész. És itt nem, és most mi van a világgal, hogy elmész Marseille-be, érted, lehet, hogy enni egy jó halleres finnál, egy jó vörösbort a meccs után, ezek elkezdik ütni egymást. Egy ilyen helyzet, nem ami kicsit, most van politikusnál. Mászik át, menekül a molinón, átmegy a szektorba, már székeket dobálják, berohan a pályára. Annyira primitívek. Ez kapcsolódik egyébként a legprimitív videó, amit láttad. Tehát annyira aljas, annyira szemét, annyira rohadék point, idézőjelben point, mert pointnak gondolta a félbe brit szurkoló. Egy-egy ilyen köztéren képzeljétek el, kiszúrtak maguknak két sétáló embert, és eső után volt, és nagyon csúszott a köztér, és kitalálta ez a elképesztő primitív bunkó, hogy hátulról becsúszva a két sétáló embert, igen, kiüti, és neki futott, és 100 méterről elcsúsztat őket a kövön. Két járók előtt, igen, hátulról elkaszálta őket, mind a kettőt, ilyen teli talpal, és aztán pedig irgalmatlan jót nevettek rajta. És képzeld már, hogy ez hátra esett, csak egy koponya alatti törés, kész. És iszonyú viccesnek gondoltam. Én ezen meg foci meccs közelébe egyébként. Szóval nekem ez megpecsételi a futballt magát, nem? Igen, pontosan arra vetíti rá, amit ugye te hiába mondod, hogy a sport nem bunkó. Maga, ha a szurkolója az, akkor előbb-utóbb arra is. Igen, és ez a baj, hogy egyébként egy fantasztikus sportról van szó, aminek nyilván vannak fantasztikus és olyan fanatikus rajongóiknak eszükbe nem jut feltépni a csatornafedőket, meg szétborogatni a kukákat, meg dobálni macskakövekkel, meg stb., hanem egyszerűen ki szeretnének menni és kulturált körülmények között szurkolni a csapatuknak, vagy az országuk csapatának. Nagyon kemény egyébként, igen. És ők szívják meg. Ja. Igen. Nem tudom, nem mindegy. Hát ki kell őket tiltani. Én biztos van, aki az angoloknak drukkol, nekem tök mindegy, hol végeznek. De nem, hát nem is értem, ott figyelj, mit pöcsölnek velük egyébként. Ott teszik ezt meg, ahol megtehetik.
Az angol stadionokban hosszú évek évtizedek óta már nincsen. Ez igaz, mondjuk, igen, ott marhára figyelnek, és még a gyerekedtől is visszaveszik ezért a belépőt, meg ugye a tagságét, tehát mindenkit ott nem csinálja, meg itt megcsinálja. Hát akkor nézd a tévébe otthon. Ja. Azt nem tudom egyébként, hogy annak van-e valószínűség, hogy mondjuk egy ukrán-orosz lesz. Most lehet, hogy felszínűleg. Ne kérdezél nekem, én azt sem tudom, kivel, ilyen csapatban, hol vagyunk. Most képzeld el azt, ott mi lesz. Ha ezek a szurkolók, az orosz szurkolók, akik ugye az angolokat most elbugyálták, vagy vissza, egy ilyen ukrán-orosz meccs. Igen, most pont egy olyan videót nézek, hogy a lefújás követően elszabadultak az indulatok az orosz-angol meccsen, mert hogy kitöltek az oroszok a saját szektorukból. És egyszer csak elindultak az angolok felé. Na most azt gondold el, mikor ott állsz. És egy ilyen száz ostoba állat orosz így megindul feléd. És így ott vége van. Tehát ott menekül, ott rohannod kell, menekülnöd kell. Döbbente nézi mindenki egyébként az eseményeket. Igen, itt többen írjátok, hogy nem ultrák. Engem ez azért nem érdekel egyébként, mert hogy nagyon sok sport újság így hozza le, hogy az ultrák összeverekedtek. Na, nekem nincs is nagyon különbség. Szóval ez most, én nem is tudom, én ultráknak írom őket. Ő nem ultrák, a huligánok. Jó, akkor olvassátok el a 600 nem 26 sportújságot, aki egyébként azt írja, a Games Sport, meg a Globe Sport, meg a Sportzóna, meg nem tudom, hogy ultrák vereketnek ultrákkal, szóval én is ezért hívom őket így. Hát meg az átlagos szurkoló, az átlagos sport szerető ember. Jó napot, ilyen hat kérdezem meg, maga ultra tetszik lenni? Vagy huligánnak. Igen, vagy maga ultra, vagy huligán. Tetszik lenni magának. Igen. Elmentek Versailles-ba, írja valaki. Na mindegy. Na jó van. Egyébként mindenkinek. Hát gyerekek, ez nem tudom, én hallgattam itt ezt a beszámolót az esőről, figyeljetek, a Velencei tó, én úgy megúsztuk az esőt. Vasárnap is? Vasárnap is. Na, tegnap ilyen borongós volt egy kicsit, szombat? Felhős, a szombat... Egész végig? Egész végig. Nekünk kettőkor leszakadt, és brutál. Izgultam nagyon, mert 40-en voltunk körülbelül, tehát felnőttek, gyerekekkel mondtam nektek, hogy a születésnapi partit próbáljuk elintézni, hogy ezt megúsztuk ezt a történetet, és semmi üvöltő gyerekek medencéből be, medencéből ki, ugrálóvárba be, vissza a medencébe, keresztül a házon, de úgy, hogy fölmész az emeletre, ahol egyébként nincs, illetve van valami, de nem volt fontos a parti szempontjából. Így ültem délután a 7-kor, mikor csökkent a tömeg, és azt mondtam békán, hogy nagyon jó volt, köszönjük szépen, soha többet! Néztél magad elé üveges tekintettel. Üveges szemben mondom, béka, most már akkor szerintem én is megiszom, hogy fröccset, jó legyen, embertelen, de nagyon jó volt egyébként, jól éreztük magunkat. 20 gyerek és a hozzátartozó szülők ellátása volt a feladatom. Az komoly mennyiség. Nagyon jó volt. Nagyon, de az időjárást azt mi arhára megúsztuk, úgyhogy ilyen fellősödés az oké, de nem volt belőle nagy baj. Nem, nekünk konkrétan az történt, hogy eleve elindultunk Veszprémbe, aztán kiderült, hogy az M7-esen kigyulladt egy autó, mert összeütközött sajnos egy kamionnal, irgalmatlan dugó lett belőle. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a Vaze fejlesztőnek, bárki is volt az, hogy kitaláltak ezt az applikációt, mert már az M0-ással láttuk, hogy mi a probléma, és hát ugye egyre másra jöttek a jelentések. Találtunk egy B-verziót, a B-verzió az Tata volt, és nagyon-nagyon jól jártunk vele, mert találtunk a Várkanyar utcai ilyen éttermet, ahol kicsit ízlétet kaptunk abból, hogy is kéne kinézni a vendéglátásnak manapság. Elképesztően udvarias pincérek, hihetetlenül jó konyha, nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük szépen még egyszer, aztán felmentünk, megnéztük a Fellner Jakab kilátót, meg a Kálvária dombot, zseniális volt az is, nagyon jól éreztük magunkat, és köszönjük akkor szépen beültük, köszönjük szépen a kilátót, köszönjük szépen az egykori sörégyárnak, köszönjük szépen a dombnak, a hegynek, a fáknak, köszönjük a tatai tornyónak, köszönjük a kavicsnak, a Kálvária az útépítőknek, a kacsáknak, igen, és a kőműveseknek, köszönjük szépen a két lator szobrát és a feszületet Jézus Krisztusnak, illetve a szasztagon zsidó főtanácsnak, igen, köszönjük szépen az autó feltalálójának, Henry Fordnak, a kerék feltalálójának, Alexander, igen, és nagyon Szent szépen Jánosnak. Köszönjük, hogy a Hole anyon, illetve annak, igen, aki az esőt küldte ránk, hogy 5 perccel később indított el. Igen, jó van. Hát ha egyszer jól éreztük magukat, hát most tök jó volt. Ennek örülök, ennek az abszolút örülök. Na, megmutatjuk, hogy mi történt velünk pénteken, én már nem is emlékszem, mit ismétlünk. Környezetvédő megoldások? Ezt mit csináltuk? Mit csináltunk ilyet? Mi voltunk? Ja, aha, tudom, megvan. Igen, környezetvédőkről beszélgetünk, amerikai környezetvédőkről, mert hogy ugye kitalálták, hogyha nem húzzák le a WC-t, csak minden negyedik pisilést követően, akkor sok vizet spórolnak, és hát Gwyneth Paltrow állt ugye az élére ennek,
És hát ő, igen, a Ne húzd le a WC-t mozgalom élére. Ő elmondta, hogy csak minden negyedik pisilésnél húzza le a WC-t. Megpróbáltuk elképzelni, hogy ez hogy néz ki nálunk, hogy nézne ki, hogyan tudnánk spórolni, mi van, ha az ember közben esetleg változtat a taktikáján, és nem csak pisil, akkor is kell-e várni, vagy pedig akkor le kell húzni. Úgyhogy erről beszélgettünk, ezeket megmutatjuk, és látom az összesítésünket egyébként, hogy 3-2-re kikaptunk a múlt héten. Javítanunk kell szabadság. A szabadság előtt vagyunk, picit elengedtük. Elengedtük, de a hetet behúzzuk. Egyébként műsorvezetők 16, hallgatók 7. Így állunk már, ami a heti bontást. Illeti. Úgyhogy lehet jelentkezni játékra. Jó, Ákos nem azt mondta, hogy szülési Szabin van? Hát igen, csak meggondolta, ugye? Tudod, mert hazavitték gyerek, gyerek. A két gyereket, és akkor azt mondta, hogy anya, ne haragudj, nincs, aki bejön a hetem, én inkább itt vagyok egész héten. Akkor értem. Ugye megértem. Mondjuk azt én is megértem, én is hallom a többieket. De ennyi volt a szülési, Szabi? Már gondolom, majd még azért ott. Elég volt. Hova? Ne menekül, jó? Elmondtuk már, mi van, nem kell bejönnöd, nem kell kimagyar. Gyere már! Majd a harmadik után otthon marad két napon. Na mi van? Ennyire durva a kettő? Kész vagyok, mint a házi feladat. Nagyon meleg. Komolyan? A helyzet. Tényleg? Igen, hát most reggel ott jöttem rá, hogy nagyon fáradt vagyok, hogy Frankon a mi az borotva habbal sikerült fogat most. Na, tehát, és ott legalább mentás borotva habban. Íze jó. Figyelj, hogy jusson eszedbe, hogy egy gyerek kevés, kettő sok. Igen. Most ezt figyelj, az egy idilli nyugalom nálam. Eszembe jutottál, tehát pont ez a mondat így, mikor éjjel háromkor mind a kettőt kellett altatni, az beugrott. Most leadtuk a Benit hétvégére, csak egy gyerek volt nálam, figyelj. Hát wellness. Parádé, mi? Nászút. Hallod? A szombatom az úgy nézett ki, hogy konkrétan Viki sem volt, edzettem a gyerekkel, kertbe voltunk, ide mentem, oda mentem, újjá születtem. És nem is barbonszagú a szád, mint Ákos. Igen. Szóval az csütörtökig vagyok, és utána másfél hét szab. És utána megtalálnak, vagy lógva egy teraszra. Kirúgva magad alól a sámli. Igen. Nem bírt egy nyomást a munkájé. Jó, legalább akkor mi is Szabin vagyunk, amikor nem vagy. Igen. Jó. Köszönjük, hogy így időzítettek. Köszönjük, hogy így időzítettek. Tántorogj vissza az asztalokhoz, aludjál egy kicsit. Na, mutatjuk videótét velünk pénteken, aztán jövünk Ákos híre után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Erőjt eszembe, ha valaki oda piszkít a film fővárosába, az Kánikula. Te se hallottál. Így van. Nem most hallottam, hogy jön a Kánikula, és gondoltam. Így van, és a híres filmes a majom, aki nagyon sokat forgatott Olaszországa, Csine Csitta. Ja, Istenem. Na, Ákos, köszönjük szépen. 9 perc van pontosan. 7 óra, és hát a hét első játékosa már itt is van velünk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Hello! Hello, ciao! Hello. Jó reggelt! Hello, István! Sziasztok! István, honnan hívtál minket? Hát most éppen a Japon járok. Ó, igen. Kis vagy nagy? És kién? Legfontosabb, hogy kién. Tudjuk-e ki az áldozat? Ki a tulajdonos? Igen. István, kivel szeretné játszani? Én Jánost választottam. Megtisztelsz. Nagyon jó. Hát akkor esetek egymásnak, jó? Oké. 3-2-1, tessék. István, pityúzhatlak. Hívhatlak pityúnak? Persze. Szereted? Melyiket? A pityút. Nagyon. Vagy inkább a Pistát? A feleségem úgy hív, hogy pityú. Pityúnak hív a feleséged? Feleségedet hogy hívják? Krisztina. Krisztina. Mióta vagytok együtt? 21 év. Jézus. 22. Még mindig szereted? Persze. És te? A te feleségedet? Miért szeretném? Hát szeretem a sajátomat. De biztos kedves azt, hogy bemutatsz majd egyszer neki? Persze. Mikor jártál Záhonyba? Záhony? Igen. Kimondtam. Igen. Hála Istennek, mert egyébként meg kellett volna, hogy nincsünk a passzivitásért. Ez a persze. Ez, hát ez nem volt egy tulajdonos játék. Na, hát ez benéztem.
Ezt egy picit be, de nem baj egyébként, csak hát ha nem is, ha így húzzátok ki az egy percet, lehet, hogy javasoltam volna, mert nem vetettél föl kérdést, nem kérdeztél nagyon, csak mindenre egy szóval reagáltál, ez erősen passzivitás jelzett, de nem baj, már nem kell döntenünk. Kinyírtad magad. Mert kinyírtad magad, igen. Hát sajnálom. Mi kevésbé. Mert hogy az nyilván, hát nekünk szükségünk van. Minden pontra szükségünk van. Egyébként még nem jártam Záhonyban. Apámnak viszont a második otthona volt a fősped révén. Mit hordott Záhonyból? Mindent. Ja, mindent, ami arra jött. István, köszi a játékot. Köszönjük szépen, István. Hát, én is köszönöm. Visszaengedünk ajakra. Ne keseredjen, okay. Legközelebb. Puszíjuk Krisztát. Jó, oké. Okay. Hello. Hello, ciao. Szia. Ciao, ciao. Hey! Hey! Szép vagyunk. Benyitottunk, érted? Hát, nem benyitottunk, berúgta az ajtót a Jani. Berúgtad az ajtót, és megérkeztél. Mondjuk passzív volt egyébként, nem tényleg? Hát ugye, hogy... Persze. M7-es Pákozi pihenőjénél Pest felé van egy trafi, 119-es kilométernél az M7-esen két kutya az autópályán. Tibi küldte nekünk, és komoly baleset az M3-ason Budapest felé, Füzesabony után kamion és furgon az Árokban. Atya úristen. Ez nem hangzik túl jól. M3-as, igen, ez a 110-esnél van. A baleset. Uh-huh. Füzesabony után. Hát akkor az ott van. Igen. És nézem még, hogy Pákozi pihenő trafi, a Reketyés pihenő előtt nagy baleset az M3-ason Budapest felé, akkor ez szintén ugyanaz. És a Zsámbéki lehajtónál van egy baleset, ez az M1-esen van, Győr felé, torlódás miatt ott is egy picit várni kell, ezt Töpike küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük Töpikének. Töpi. Na, elmegyünk újra egy picit hírezni, jó? Annyi minden történt a világban az elmúlt percekben. Hát bírtam, el se fogjátok hinni. El se fogjátok hinni, igen. 5 perc, pontosan 7 óra jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 7 óra után vagyunk pontosan, 9 perccel. Hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk. Folytatjuk egy Justin Timberlake. Utána majdnem Justin Biebert mondtam, te jó Isten. Majdnem összekeveredtem. Majdnem, de hál' Istennek nem követél el egy ilyen megfordíthatatlan, visszafordíthatatlan, kiavíthatatlan, brutális hibát. Ezt csak te tudod megcsinálni. Innen visszafordítani. Innen, az a Justin után igen. Még így visszajönni a kutyafáját. Úristen, mekkora öngól lett volna. Ezt komolyan mondom, hát mit csinálni? Hát nem. Hát nem a kutya pályát? Hát, azt a leborult szivar végig? Jaj, Istenem, ugye, ugyan? Azt a 7 maga 8-át neki-e. Valaki írja már meg, hogy milyen ez az új George Clooney film, gyerekek. Jó. Küldjetek már el nekünk SMS-ben. Ez a Julia Roberts, ez George Clooney. Így van. Valaki látta, bár egy ember alapján ezt nehéz így megmondani, mert nyilván valakinek tetszik, valakinek nem, de hát ha tudod, hogy átlagot vonni. De meg akarom nézni, és most így már nem félve ülök be mindenkinek. Az az egy ember, az mit mondott, hogy rossz? Nem úgy értem, hogy ha majd jön egy, akkor az kevés. Jaj. Tehát aki látta, ez a pénzes cápa az a címe. Elrabolják, George Clooney túszul ejtik, és akkor ott megy egy ilyen élőben közvetített túszdráma, egy tőzsdecápát elrabolnak, és akkor ott a Julia Roberts jön, de a nyónak ígérkezik, és úgy majdnem beültünk rá hétvégén. Aztán úgy nem tudom, hogy milyen. Hát, ha valaki leír, hogy Bali, bene ülj, mert szörnyű. Igen. És akkor de ha jön egy, hogy nagyon jó, akkor egy-egy megint nem tudsz mit csinálni, ugyanitt fogsz. Tízig vitatkozhatnak egymással SMS-ben, és meg kell, hogy győzzenek, hogy mi legyen. Igen. Hogy igen, vagy nem. Jó, és a démonok között kettőt is írjátok meg, azt hogy is milyen. Jó? Azt is. Azt én meg azt akarom megnézni. Mindenféle. Démonok közt kettő? Már akkor voltak egyszer a démonok között, ugye? Nem, az egy a démonok köztnek van egy első, meg egy második rész, én a démonok között egy-kettő. Kettőt csípem, tehát között. Csípném, igen, aha. A között. Között, és között most én a között kettőt. Jó, között azt kettőt. Azt szeretném megnézni. Az egy jó volt? Megnézni, az nagyon jó volt. Aha. Nagyon tetszett. És mennyit kellett várni? Sok év van kettő között? Hát nézd! Fogalmam nincs. Halvány lila lövésem nincsen, hogy mennyit kellett el a kettő. De miért közt? Mennek vissza a démonok közé? Na jó, hagyjál. Mert tetszett nekik. De nem jó, a démonok nem jók.
Hát érted, hogy jó, valamit ott hagytak az első részben, ott felejtette valamelyik a kocsikót. Értem. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy grilleztetek-e a hétvégén, vagy van-e valaki, aki most nagyon sokat dohányzik melletted? Mert ezt az ízét, amit fölvettél ma reggel... Ez előremutató, vagy pedig sereg? Ez igen, tehát hogy most döntsük el, elmeséljük a kedves hallgatóknak, ez egy keresztbe csíkos póló, kék-fehér, vagy fekete-fehér, innentől nem látszik a dolog, és gyakorlatilag így elszórva megkastáljon, és minden bimbotáljon, 2 centiméteres lukak vannak, de úgy, mint amikor így zseni. A mit tudom én, cigivel kiégetett, vagy a grillezés nem sikerült jól, és felszállott a parázs. Annyi van egyébként, hogy sok, inkább menjél egy benzinkudra, ott vegyél ilyen apró fát, nem menj be az erdőbe, mert mindig ez a vége, találkozol az erdőkerülővel, érted, és nála van a sörétes. Robinson Crusoe nézhetett így ki 2 év után, miután az egyszáli ingét érted a tengeri szél és a só szétmarta. Nem tetszik, nem jó? Nem. Nekem hát, tetszik egyébként. Csak menő. Nekem nem. A csíkos menő. A csíkosra nincs baj, a lyukak. Nekem is volt ilyen, csak Móni kidobatta velem. De ezt még nem értitek. Nem? Nem vagytok még készszerre. Még el kell, hogy teljen egy kis idő, hogy kilépjetek öltözködésben a komfortzónátokból és a hagyományos nyakú, logóválú pólóitok után. Nem. Felvegyetek valami kicsit előremutató. Ha rajtad van előremutató, hogyha rajtam van proli és ciki. Hát, hogy értitek. Kint van a melbimbód ember. Nekem az például kifejezetten bejön. De pont alatt, pont ott van egyébként, picit feljebb hozom, már kikandikál. Ne, sokba volt ez. Ott a bimba. Higgyetek el. Gyertek, éhes szájak. Én hinnék nektek, mert tudom, hogy komoly divat diktátorok vagytok, de most mész inkább tovább ezen a gondolatban. Igen, értem, hiszek nektek, valóban jó érzékel, jó érzéketek van az öltözkedéshez, de végig egyre megmaradok a saját utamon. Nem, jó ez. Egy kicsit elmentem vásárolni pénteken, úgy tudod, ilyen lelki fröcsként, amikor az ember elmegy, és akkor úgy vesz 2 pólót 2000-ért, mert hogy ezek ilyen 2000 fontos pólók, hát, meggondoljátok. És azok a csomagtartóban maradtak? Tényleg cuccok még ott vannak? Nem, ez nem is volt 2000, tehát veszel 3 pólót, meg veszel egy 3000 fontos tornacipőt, és akkor kicsit, hogy jobb kedved van. 3000 forintos tornacipőn maradjál. Na most akkor ezt megmutatom neked. Mutasd. Ez. Most megmutatom. Ez. Már leszedem a... Ez 2300 forint. Ne szólj, hát ez egy... Nem. Az, hát nem, az, nem, ez az. Nem az, nem az. Ez nem a C betűs. Nem. Ez 2000 ez forint. Nem kell, jó. Ez nem az. Akkor lenyúlták. Hát ha itt lenne a konverziál, akkor lenyúlták. Igen, volna. De ez egy 2000 forintos konverz hasonlás. Igaza van, ez egy inverz. Gyerekek, nem a pénz a lényeg, hogy mennyiből öltözködjél, hanem hogy legyen stílus, és jól tedd össze. Így van. Na, csak a Janinak a hagyjál már 2000 fontos tornacipőre. 1990 volt, azt hiszem. Ott ebből van egy fehér... Észre, hogy nem konverzt. Nem, egyébként nem vagyok hajlandó. Nem vagyok hajlandó 20 000 forintot kiadni egy olyanért, ha van 2000 forintért, itt csak nincs rajta a karika. Na, hát most hordott 3 hónapig, ezt nem tudom, én még nem vagyok hajlandó listáról megvenni egyetlen eredeti tornacipőt sem, ezért mindig utána ezek is megveszem 7-8 000 forinttal olcsóbb. De vedd meg 2000-ért, ugyanez van, fehér, fekete, ugyanez. Most nem így, nincs rajta. Hoztam, majd bokas hűdésed lesz tőle. Lúttalpad. Na mindegy, úgyhogy gyerekek, nem, itt nem a lóvé. Lefotozom. Nem a lóvé, hanem hogy úgy tedd össze. Most mit csinálsz? Tedd föl a valahova. Most lefotozod a lukaimat? Persze, egy luka. Nézzétel a segembe. De most ezen ennyire kivagytok, hogy lyukas a pólót? Igen. Hát ne legyen lyukas egy új póló. Mindjárt küldöm, szavazást csinálunk a Facebookon. Ez az. Divatos, jó, divat diktátor szavazás. Tehát az egész póló, tehát ne csak a lyukat, mert az úgy béna, az olyan, tényleg nem lenne. Nem lenne ma írtunk. Tehát akkor beállok egy ilyen biceps pózba. Beállok majd egy pózba, és akkor csináld meg jól a képet. Ne csak a lyukat, hát úgy, mindenki azt hiszem, az úgy tényleg bolyan. Zsül ne legyen rajta, mert az sokat ronta. Igen, ez annyira bírom. A két tata divat diktátor nekem így diktálja. Nem diktálunk semmit, csak vegyél már egy rendes pólót magadnak. Hát a mellszőröd ló ki itt kicsit elől. Kicsit kint van, igen. De guztustalan. Jó, majd levágom. Ló ki a szőr. Látod a lyukakat? Megvagy. Tényleg olyanok vagytok, mint két öreg házmester. Ti lassan a Muppet Show-ból lesztek a két öreg. Jelentünk, persze. Hová tartanak ezek a fiatalok? Lukas pólóba járnak? Hát milyen világ ez? Már bármit lehet. Ez egy szakadt farmer, egy Lukas póló, egy tornacipő, és akkor itt még a farmered is szakadt. Hát azt már nem is látom. Apró darabokra van tépve az egész. Ez nem rólad szól, ez arról szól, hogy most hátra vittem a garázsba egy csomó rongyot. És van köztük 3 ilyen is. Körülbelül 4 évvel ezelőtt volt már egy olyan kardigánom, ami comb középig ért, és tele volt lyukakkal. Senki nem értette. Senki. Erre most bejöttek a lyukas pólók. 4 éve hordtam egy olyan kardigánt, ami lyukas volt. Ennyi. Na, tessék, kiment előre. Igen.
És hogy nézhetek akkor is rám? Mi van, Bali? Na, elszabadultak a molyok? Fölakadtál egy század szögre? Megharapta a kutyád? A tanulja voltam egy jelenetnek, amikor abban a pulóverben vagy kardigánban voltál, és a nára így győzködött, hogy ez nem fog. Hogy ez nem fog működni. Tamás. Ezt még nem érted. Tamás, szervé. Nem érti, de hogy te nem érted. Tamás, szervé, még nem vagy kész. Igen. Na most, ha ő nem volt rá kész, akkor senki. Na mindegy. Jól van, jöhetnek a közlekedési SMS-ek? Alig persze, várjuk. Persze, addig stoppolhatom a pólót. Na nézzük, azt mondja, hogy hová lehet bejelenteni a Kamponával lévő 6-os úti felüljáróra, a 6-osra most kifejezetten veszélyes kihajtani jobbra a táblát, mert szabálytalanul kihelyezett két nagy funér tábla van ott, amitől szinte semmit nem lehet kilátni a főútra. Jézus, hogy jó Isten. Hú, ezt oldja meg a kitérő. Közútkezelőnek. Úgyis mindjárt beszéljük a közútkezelővel. Kalocsáról kifelé Baja irányába mérnek, szumó küldte nekünk. M3-as Budapest felé 120-as kilométer előtt füstölő autóban vigyázom mindenki. 51-es főút Kalocsa belterületén a Baja felé tartókat a rendőrei elbújva méri. Gábor a papagájos küldte nekünk. M3-as 247-es kilométerénél mindkét irányban a belső sáv lezárva, nem pedig a Pest felé tartó külső és leálló sáv, és kutya van az M7-esen a 119-es kilométernél. Megnéztük a pénzesztápát, nekem tetszett, izgalmas volt, csavarok a varázsgömb küldte nekünk, Jani nem fogsz se csalódni a filmen, úgyhogy nézd meg mindenféleképpen. Aztán imádtuk a filmet, nagyon jó. Jó, éreztem én. A Démonok 2 is szuper egyébként. Démonok közt 2 szuper, úgyhogy azt is nagyon megnézhetem. Jó, köszönöm szépen. Lassú indul és közepes lesz. Aha. Azért nézhet. Közepes ez nekem már pedig. Megnéztem, most letaráltam az első részét a Trónok harcának. Na, igen? Hol, de rendben van. Teljesen rendben, néhol egy-két helyen úgy érzem, hogy picit önmagukat ismétlik, de jó volt. Hát, bele tud az ember enyhén szólva így tekeredni a sztoriba, úgyhogy jó volt. Na jó, van. 8 részt néztem meg. Jézus Atya úr is. Az előzőnek az utolsó 3 részét, meg az újból 5-öt. És megettél 6 kiló nachoszt. Le is mond, az acskók még ott hevernek a tényleg. Jó, az nem baj. Igen. Na, nem tudom, hogy hallottátok-e, de állítólagosan zenélni fog a 67-es út aszfaltja. Na. Egy speciális technikának köszönhetően. A 67-es út. Hát ugye az nagy labda, hogy mit zenéljem. Hát igen, ki lehet találni valószínűleg. Igen, felhívjuk ki a Loper Danit, a közútkezelőt. Már nem ő kezeli az utat, csak ő a közútkezelő. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési ZRT szóvivője, hogy mi, hogy kell elképzelni, hogy zenél egy út? Tehát belevisznek valami olyan anyagot, amivel ha én megyek, akkor olyan hangot ad a gumim? Vagy ez hogy van? Ja, ez olyan, mint az autópályán az a sáv oldalt, hogy ne hajts le, tudod, amikor igen, az... Igen. Amikor az hangot ad. Aha. Tehát, hogy én megyek majd az autóval a 67-es úton, és előadja az én autóm a 67-es út című dalt. Igen. Vagy rácsatlakozik. Tehát, akkor elindulsz, és akkor így nagy esők jönnek. És ha lelassítok, akkor az meg úgy szól, majd, hogy nagy esők jönnek, és lassít. Tehát amikor jó tempóban énekel majd cipő, akkor tudom, hogy a megfelelő sebességgel megyek, vagy ha lassan megyek, akkor is ugyanazt énekli. Mert ez egy új technika, baromi érdekes egyébként. Csillogó a torlódás. Dugó van, cipő szegényként lassabban énekel. Valamilyen anyaggal vonják be állítólag az utat, ez egy speciális technika, és ahogy ugye a gumi súrlódik, az adja majd a hangot. Hát valami jó egyébként, még nem hallottam. Nagyon jól hangzik. Én azt gondolom, hogy ez mondjuk az utolsó periódus lenne, már tényleg nem tudjuk mire költeni a pénzünket, és az összes kátyút betömtük már, is mindenhol egyébként. Hát lehet, hogy olyan a kátyú. 21. század az utaknak a minősége, és azután jönnének az ilyen ötletek, de hát lehet, hogy mit tudom én. Ez is előremutató, mint a pólód. Igen, egyet megcsinálják, és majd a többit is, amikor elérnek odá. Ezt igénylik az autósok? Kérdezem tőletek. Én igényelném. Én ha arra járnék, én igényelném. Ez tök jó. És ezt akkor is hallod, amikor mondjuk fel van húzva az ablak. És szól bent a zene? Nem. Ez is egy érdekes dolog, hogy ezt mikor hallod, hogy hallod. De ez mennyibe kerül, ugyebár ne legyünk ilyen. Na, ez most mennyibe kerül, miért nem inkább? És kinek? Szelektív hulladék gyűjtöket helyeznek el. De ez egy érdekes, és már mindenki elkezdett azon gondolkodni egyébként, hogy mi szóljon az M1-esen, az M7-esen. Például, amikor mentek Balatonra az M7-esen, és szombaton délben ott álltok a dugóban, ahogy történt ez most hétvégén is. Mi az a dal, amit az ember szívesen meghallgat? Vagy mit hallgatnánk az M3-oson? Az M7-esen, Bay Alex-től a 7-esen. Van ilyen dal a Bay Alex-nek, tényleg? Ne, csak át lehetne írni nagyon könnyen a kedvesemet. Na, itt van velünk Loper Dani. Hello Dani, jó reggel, ciao.
Sziasztok, jó reggelt! Hello. Hello. Jól tudjuk, hogy te éppen most üdülsz, vagy nyaralsz, vagy és csak miattunk. Ezt nem árulhatjuk. Nem, éppen Franciaországba utazom, igen. Hoppácska! Hoppácska! Úton vagyunk, jövünk Európa. Ja, kicsit fenyegető volt. Aha. Igen. Mentek a magyar-osztrákra, vagy az osztrák-magyarra? Igen, vagy. Igen. Komolyan? Igen. Na, de jó. Jaj. Azért ott biztos, hogy jó hangulat lesz. Teletömve a koffer tiltott pirotechnikával? Vigyetek minden. Fia, oroszok vagy angolok? Igen, oroszok vagy angolok nem lesznek a közeletekben, akkor még az is előfordul, hogy jól érzitek majd magatokat. Akkor meccsere. Hát utánuk már abszolút békésnek fogunk tűnni, tehát. Az igen. Hányan mentek? Több autó? Egy autókonvoj? Hát mi már csak ketten megyünk a haverommal, és aztán még csatlakoznak ugye a lányok is, és többen leszünk majd. Tehát nagyon sokat vannak. Itteni lányok, vagy már kinti lányokra számíthatok? Igen, ez csatlakoznak kint a lányok, ez nekem ezzel nincs bajom. Csak érdekes a felvetés. A csajok külön autóba utaznak akkor, tényleg? Külön jönnek repülővel, igen. A lányoknál ugye a barátom felesége, az én barátomról van szó, mielőtt bármilyen térjették. És akkor mondták, hogy ti üljetek két napot az autóban, nem tudom még, ők meg azért kijönnek repülővel. Előre megyünk, igen. Jól csinálják, ott a csajok azért. Csajok ügyesek. Kinek két nap, kinek két óra. Hát, hogy a Danék csinálják jól, már addig is érted. Szerintem az menő egyébként kocsival kimenni, egy haverral végigmentek, az teljesen jó. Hol tartotok éppen? Stuttgartnál, úgyhogy a német meccset már itt néztük tegnap, hatalmas hangulat volt, úgyhogy... Magyarokon kívül drukkolsz valakinek, Dani? Hát most megvan a lehetőség, hogy a magyaroknak szurkoljunk. Tehát éppen azért jöttünk ki, mert ugye 44 év óta nem voltunk semmilyen világtornán, úgy voltunk, hogy most nem kockáztatunk, most gyorsan megnézzük. Hát 40. De most nem szurkolok senki másnak, tehát most csak a magyaroknak. Na jó, van, helyes. Igen. Na. Oké, na mi van ezzel a 67-es úttal? Mesélj egy kicsit, ez igaz? Ezt egy bulvárlap írta meg, hát nehéz elképzelni, mert ez nyilván baromi sokba kerül, de van erre valami esély tényleg, hogy bevonjátok speciális felülettel az utat, és zenélni fog a 67-es út? Hát nagyon örülök, hogy most nem dugóval kapcsolatban hívtatok egyébként. Tehát amikor szoktok keresni, akkor mindig az van, hogy valamilyen dugóba beleszaladtok és fölhívtok. Nem, ez abszolút működik a dolog. Ugye itt most már a közbeszerzési kiírásban benne van az, hogy egy akusztikus aszfaltot kell előállítani a kivitelezőnek. Ugye nyilván ahogy meglátják a kiírást, szerintem egyből telefonálni fognak, hogy akkor mégis mire gondolunk. Ez egy kb. 500 méter hosszan olyan bevágásokat teszünk az aszfaltba, amelyek ugye a mélységük és az egymástól való elhelyezkedésük alapján ugye olyan frekvencián szólnak, amelyek ugye a 67-es úton című 67-es úton című számnak az első részét fogják ugye az lehet hallható, amikor egyébként az autóban utazunk. Ugye miért pont ezt az utat választottuk, és miért pont ezt a számot? Ugye nekem nagyon erősen él a 90-es évek a fejemben, amikor mindenhonnan a rádióban folyamatosan ez hangzott. Én arra emlékszem, az általános iskolában is a tanárinak a szobájából a tanárok ezt hallgatták, ami számomra egy nagyon erős élmény volt, hiszen nem gondoltam volna a tanáraimról, hogy egyébként könnyű zenét hallgatnak. Ez akkoriban nagyon ment, és azt gondolom, hogy ezzel egy nagyon szép emléket lehet állítani. Magának az együttesnek, magának Bódi Lászlónak, ugye az elhunyt frontembernek, és maga a szimbolikának is az a lényege, hogy hát lényegében az aszfalt, maga az út, az egy hangszerként működne, tehát maga az út lenne ugye az úgynevezett kotta, a bevágások lennének ugye a gitárnak a húrjai, és maga az autónak a karosszériája pedig maga a gitár. Tehát innentől kezdve az a tervünk, hogy lényegében így állítanánk emléket a 90-es évekhez. És ez egy dal részlet lenne, vagy az egész, amíg én megyek a 67-es úton, folyamatosan ismétlődne a dal? Ne, igen, ez csak 500 méteren haladszódna, igen, ez 500 méteren haladszódna, és az a része, amelyen ugye elhangzik a 67-es úton szövege. Aha. Hát ez a szöveg nem, csak a dallam, tehát ez egy a ilyen... A szöveg nem, a dallam, igen.
Dani, hol volt a csapatépítő, és alapvetően mit fogyasztottatok, amikor kitaláltátok ezt? Igen. Igen, és miért nem csináljátok meg az egész M7-est a Földvár felé félúton? De csak félúton. Igen, de csak félúton, az is jó. Igen, azt el kell mondjam, hogy az ötlet a Botmart barátom egy PR szakembernek az ötlete volt. Én maga az, hogy ezt a 67-es úton csináljuk, ezt évek óta próbálom ugye az útépítőkkel, útépítőknek segítséget, lirikus lelki útépítők segítségét kérni abban, hogy ebben közreműködjenek. Egyre többen segítenek egyébként, tehát most már nagyon sokan magukénak érzik ezt a tervet, és nagyon sokan segítenek benne. Ugye nyilván ebben lesz nehézség is, hiszen az út fenntartását ez bonyolítani fogja. A magyar közútnak ettől nehezebb lesz, és nyilván az, hogy az időtálló legyen, és minél több ideig fönnmaradjon, ez nyilván egy üzemeltetési nehézség lesz majd a későbbiekben. De azt látom, hogy ők is nagyon pozitívan, nagyon kedvesen állnak hozzá, és most hát gyakorlatilag ez most összefogta ezt a szakmát, és mindenki kiállt ugye emellett, a történet mellett. Ugye egyeztettünk a Republiknak a menedzserével, aki nagyon jó ötletnek tartotta. Én olvastam a Blikben, hogy a Republik mostani tagjai is nagyon, nagyon szeretik az ötletet, és nagyon örülnek neki. És akkor majd mi csengetünk, amikor hallgatjuk? Vagy kell bármilyen jogdíjat fizetni? Vagy meghallod meg? Vagy egyszer nekem az út lejátszott a 67-es úton, és akkor az hol csenget? Vagy Ez még hátra van, hogy ezt letárgyaljuk velük. Nyilván itt azt azért érdemes tudni, hogy itt egy gyorsforgalmi útról lesz szó, ami az M7-es és Kaposvár között fog húzódni. És itt a jobb sávon lesz, tehát a külső sávon lesz maga ez a bevágás, és a belső sávon pedig ott zavartan lehet haladni továbbra is. Ugye az ötlet eredetileg Dániából származik, Kelet-Közép-Európában ez lenne az első ilyen út szakasz, tehát egyfajta turisztikai jelentősége is lenne, és arra is, azzal is számolunk, illetve hát a tervünk között szerepel, még itt nyilván pontosítani kell majd még a műszaki paramétereket, hogy egy hangjegy jelezze magának ennek az útszakasznak a kezdetét, egy lefestett hangjegy, de nyilván ebben még lesz egy. És ez csak akkor szólalna meg, ha én azzal a sebességgel megyek, ami elő van írva? Tehát ha lassabban, akkor vontat, ha gyorsabban, akkor meg nem szólal meg? Vagy akkor mélyebben szól, és igen, ha lassabban mentek, nyilván lesz egy ideális tempó, ezt jelezni fogjuk, hogy mennyi. És hogyha lassabban vagy, akkor mélyebben, ha pedig gyorsabban, akkor pedig magasabb. Hát erre nagyon kíváncsi. Nagyon jó pofa lesz. Egy barázdát azért valamelyre jobbra, hogy baratoljatok el, tényleg, hogy ne kelljen annyi jogdíjat kifizetni, mert amikor majd az első 20 milliót átutaljátok, akkor onnantól kezdve már a 67-es után azon a szakaszon állandóak lesznek az útkarbantartások. Hát lesz telelő mindenki a másik sávban, hogy nehogy rám menjen ingetek katyátok. Mindenki ott akar majd menni. Na jó van, hát ez jó hangzik, kíváncsiak vagyunk. Mikorra tervezitek, vagy mikor lesz ebből valami? Ezt már lehet látni? Igen, tehát most ugye a felhívás, a szövetkezés kiírás most indult el, és ezt 2017-ben tervezzük építeni, és 2019-ig szeretnénk befejezni, az egy 33,3 km-es szakasznak az építése. Azt a mindenit. Na jó van, hát kíváncsiak vagyunk. Dani, nagyon köszi, jó bulizás nektek, meg jó szurkolást. Rendben. Vigyázzatok magatokra. Csáó, Lopetaninak köszönjük szépen. Szia, jó pianista. Azért az megvan, mikor majd tényleg Pista bácsi először véletlenül felkeveredik oda bringál, és nem viszél, hogy zenél az út alatt. Azért ott lesz nagy flash. Ki énekel itt? Isten ének. Mi, ne dudod el szembe, anyu. Ess innen. Ugye, és nem fogja érteni, hogy Jézusom zenél az út alatt. Nem jó, autóval mész, oké? De mit van majd a bringás? Ha esetleg ugye gyors forgalmi lesz. De mondjuk oda felkeveredik egy bringás, érted? Mikor majd ott Kató néni végig teker. Azért az nagyon trippes utazás lesz, nem? Meg amíg majd megérti a vállalkozó, hogy miről is mit van szó. Akarnak? Zenélnie kell a betonnak. Nem érti? 67-es úton. Igen. Józsikám, tegyél még két kanál cementet, meg egy kis vizet, még adjál sóderet, 64. Tényleg a kivitelező nagyon fogja ráncolni a szemüldöket. De szép lesz. Jaj, Istenem. Na, magorról lesz tőle lőrinc. Ott lesz feladat, igen. Na, drága hallgatók, írjátok meg, hogy az az út, ami hozzátok vezet, az mit zenéljen? Vagy a híres M3-as, az M7-es, vagy a ti saját bekötő utatok, vagy ami mentek minden reggel, milyen gondolat van a fejetekben, ha az a tényleg a 13-as, a 111-es, bármelyik út, mit hallanátok minden reggel, mit zenéljenek az autópályák, vagy azon bekötő utak, vagy kisebb, nagyobb utak, ahol ti jártok,
milyen zenét hallanátok szívesen. Jó, írjátok meg nekünk. Illetve van egy-két tipikus út, például az M3-as bevezetőre, ami azért jöhetnek, vagy például a 10-es út, a körforgalom, ahol mindig dugó van. Ott is el lehet játszani a gondolattal, hogy mit hallana az ember minden reggel, miközben 2 óráig jut be Ürömről, vagy Solymárról. És hogy legyen olyan, hogy mit évszaknak megfelelően van azt, amit télen jégből, vagy talán fel sem van. Meg nekünk. Jó, 7:30, egy perccel jövünk Ákos hírében. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 lesz, pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt, ez a Green Day, ez mindig. Mindig jó. Ez egy nagy zicser. Így van. Kicsi olaj a mikrofonodra, vagy egy kis sikosító, vagy bármi? Nem, ez a nyakorogsz. Ja, kicsit be vagy állva. A hétvégén. Igen, ez a headbanger is mindig ezt hozza ki belül. Be vagy állva kicsit, be vagy állva. Na, azt mondja, hogy ugye arról beszélgettünk, hogy van zenélő út. Most találtam az interneten egyébként ilyet, tehát meg tudjuk mutatni a hallgatóknak, hogy hogy szól. Hát most azért ne azt képzeljétek, hogy ott állsz tényleg majd egy repülőgépen. Egy nagy zenekar előtt. Szóval azért én most belehallgattam. Ugye tulajdonképpen tényleg úgy van megcsinálva, te is mondasz, hogy amikor elhagyod a sávod, akkor ilyen barázdákon mész el, és a barázdák távolságával játsznak, és az adja a hangot. De hát azért, szóval nem távol a nap. Na, úgy kérdez egyet, és fölismerik, hogy mit zenél. Na tessék, hogy fölismered-e? Azt, hogy itt még kommentálj, mi történik. Figyelj, most ér oda autóval. Coming up. Jó. Most mondja, na itt indul a zene, figyelj. Abba adja a beszédet, azt mondja. Ennyi. Ez a dal. Ez volt a dal, ez volt. Ez volt, igen. Ez biztos igen. Valami angol gyerekdal lehet. Ez volt maga. Vagy ez bármi maga. Más. Vagy, igen, vagy lehet, bármi más. Lehet, hogy a sebességet se találták el. Igen, na szóval ez így kell, így kell. Ilyen utak vannak Amerikában, ilyen utak vannak Japánban is. Egyébként. Tehát így szól majd. Hogy meglepődtem, hogy nem Albániát mondtad. Amerikában is Japánban. Tehát Japánhoz és Amerikához csatlakozunk majd ezzel a zenélő úttal. Ha ebből lesz. Mire költsünk még? Igen, mi legyen még? Valószínűleg jól állnak. Na, hallgatóinknak is megint a fantáziája. Mindenki leírta, vagy elküldte nekünk SMS-ben, hogy az ő útját, amerre megy minden reggel, azt hogy lehetne hívni. A 83-as főút csak sírni tud. Olyan rossz állapotban van Tétés vagy Tétés Gyarmat között, kicsi küldte nekünk. Azt mondja, hogy Szombathelyről járok Szelestére dolgozni, nem tudom, az életemet horrontottam én el, című szám szólhatna. Azt mondja, hogy Lánchíd előtt az alagútban Hofi Kós macska duettból az a rész, hogy hoppá, most figyelj, minden lubba dugó kell. Dugó, fadugó. De jó. Ez Kata küldte nekünk. Azt mondja, hogy Újszáz, Százberek vasúti átjáró közötti szakaszon ez a 32-es főút a szürke 50 árnyalatának zenéjét, mert olyan az aszfalt, a szürke minden árnyalata megtalálható ebben szakaszon, ezt Évi küldte nekünk. Aztán a 86-oson Mosonmagyaróvár és Jánosomolyra között ugyancsak 10 km, de a Neoton 220 felett című száma tökéletes lenne. Gondolom, nem kell elmondani, hogy miért. Munkába menet szólhatna a Road to Hell, ugye az M3-ason, aztán a felcsúti utat csináltatnám meg, hogy valami Amerikát játsza, lassan már ott tart a falu. Ezt Benfi küldte nekünk. A 44-es útra száj velem, még nem repültem senkivel. Ez az út valami botrány. A következő. Szóval kemény Gyula. Arra felé, igen? Azt mondja, hogy az M7-esen Balaton felé gyere már, fut a nyár, csomagoljál, szól, becsomagolok, és talán nyár végére leérünk. Munkahelyemre vezető út egy gyászinduló lehetne, hazafelé pedig az örömóda, a 10-es úton az ürömi dugóban a Don't Worry Be Happy, ezt Dani küldte nekünk. A Teve utcai börtönhöz Zámbó Jimmy egyszer megjavulok én, Gabesz, érte nekünk, köszönjük szépen. Kunzen Miklós, a kátyúk hazája, a pocsolyába léptem, ez nyugodtan szólhatna. És itthon nem a, ír egy másik hallgató, hogy itthon nem a barázdába kell telepíteni a zenét, hanem a kátyúba. A legtöbb helyen egyébként szólna. Ez is egy jó ötlet. Egyébként igaz. Ez is egy jó ötlet, hogy a kátyúba teszed, igen.
Én is küldenék egy dalt Daninak a tízes útról, efelem egyszer megtalállak. Lesz miről beszélgessetek. Békés Csaván a Szarvasin autózom minden reggel, jó lenne a padödő, én már nem bírom, ezt már nagyon unom, címlóta szólna. Félek péntekre szokott aktuálissá válni. Dunakeszin nekem szólhatna a részegen, kivisz majd haza, illetve Soly már nem kérdés, a Zanzibártól kellene, Soly már szívem. Régóta már csak egy szót lát. Ezt a Peti is megénekelte nekünk, Soly már. Soly már. Soly már. Szívem rég csak már egy szót vár, igen. M86-os köcsög a főnököm, az egy nagyon jó. Igen. Budapesti utak pedig bármik fel kell majd a nap. Gyönyörű. Köszönjük szépen. Na jó van. Mit mondott, mikor lesz kész? 2019 vagy 2018? Igen, hát ugye meg kell magát az utat, a 30 kilométeres szakaszt, a gyorsforgalmit, és akkor utána még jön a belemarás. Ott azért megvan, ahogy egy centit eltoltad az egyik csíkot. Picit hamis lesz majd, igen. Picit hamisan fog szólni. De reméljük meg fogják tudni lépni. Még úgyis, hogy néha az alapozásra is gondok vannak. Na jó van, játszunk, itt van már is a játékosunk. A kérdés, mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Ülészhe vélet a szív. Hozzájállat, élet a szívgondom. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásítjellánk, mi me? Aki válaszol... Halló, jó reggelt! Halló, szia Balázs! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Hello. Jó reggelt! Hello, milyen lendületben vagy? Minek köszönhető ez a nagy vitalitás, István? Hát, jó indult a reggelem. Na, mesélj, ma mondd el nekünk miért? Minden jó híre szükségünk van. Miért? Nem, csak végre van egy kis meló. De eddig nem volt. Na, mi a meló? Mit csinálsz? Én gépkezúra vagyok. Csak eddig nem volt, és ma felhívtak, hogy gyere István, mert van egy kis meló. Nem. Csak a múlt hetem az úgy volt, hogy tiszta unalom volt. Hát volt meló, csak unalmas. Úgyhogy semmi extra. Egyre beindul az élet, úgyhogy... És milyen gépen ülsz? Mit kezelsz? Hogy mondjam, hivatalosan úgy hívják, hogy tamponáló gép. Talponálló? Nem, tamponáló. Igen. Ja, tamponáló. Mondom, talponáló gép, te figyelj, kevert vagy zilva. Hát, mit csinál ez a talponáló? Mit csinál ez a talponáló? Mi a feladatod? Mondom, tamponáló, bocsánat, tamponáló, mit csinál? Tehát mi a feladatod? Hát tulajdonképpen ez egy műszergyár, ugye, Pisztesten, és úgy veszik, akkor áramváltónak a tokjára pecsételek, hogy veszik, mert festékkel dolgozok, úgyhogy csak azért hívják így, hogy tampongép. Aha. De érdekes, a neve alapján azt gondoltuk volna, hogy ez egy női munka. Igen. Igen, mindenki félreérti. Figyelj, és ott egész nap egy mozdulatot csinálsz, vagy egy sorozat a tiéd, és minden alkatrészt mindig nyomod ezt a pecsétet? Általában igen, de hát attól függ, hogy mennyi a megrendelés. A mindenit is van, azért ez egy monoton meló, nem? Figyelj, én szeretem, hogy a pörgök. Hát, én szeretem az unalmas melókat. Hát azt mondjuk senki nem szereti szerintem, azt nem csodálom. Na jó. Azon kívül tokozok is, úgyhogy. Tokozol? Hát ahogy legyomok, tokot, azt ugye áramváltó, ugye be kell tokozni. Aha, tehát pecsételsz és tokozol? Hát is. Jó. Akkor ez csomagolás, meg ilyesmi. Ez már egy kombinált nap. Hát igen. Hát most is teszélyed csomagoláson, úgyhogy. Aha. Ez jó. Hát jó. Mi hallgatók boldog, mi is boldogok vagyunk. Mi olyanok vagyunk, mint egy nagy család. Ha ti boldogok vagytok, mi is boldogok leszünk. Vagy ha mi vagyunk azok, akkor az átragad rátok is. Oké, István, na, hát teljes a paletta. Legyen tárgy. Legyen, vágó úr, tárgy. Legyen, gyerünk. Legyen tárgy. Várj, meg kell keresem a tárgyat. Ez a tárgy. Ez egy hülye szó ez. Kot. Micsoda? Kot. Igen. Mehet? Persze. Na figyelj, indítjuk az órát, jó, fél perced van, így szól a tárgy. Návarap. Na, de könnyű. Micsoda? Návarap. Náborab. Aha, nagyon más hallottál, figyelj, segítek, megmutatom még egyszer. Návarap. 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 Nagyon könnyű, de nem toll. Paraván! Igen! Végre egyszer kikerült! Hál' Istennek! Paraván! Paraván! Igen, mert készültem amúgy, mert volt a toll meg a papír, úgyhogy felírtam,
Ja. Akartam kérdezni, hogy hogyan készültél. Átvetted a szavakat visszafelé. 3000-et vagy hétvégén. Hétvégén átnéked a 6000 szót vissza. Anya, mondj egy szót. Anya, gyakoroljunk. Így próbál. Mondjad is, amit kezdtél el? Szoktam figyelni a játékot, úgyhogy általában visszafelé leírom, és akkor úgy jön ki. Jó, figyelj, hát a bögrét kivettük, mert hogy ugye már háromszor vagy négyszer megmutattam neked, aztán még én is elmondtam, de a többi az benne lesz. Jó? Jó, nagyon szépen köszönöm, és szép napot nektek. Neked is. Most egy picit elkeseredtél? Köszi? Most elkeseredtél egy picit, hogy kivettük a bögrét? Hát mi is az lett volna a lényeg, de mindegy, hát. Rakjuk neki, adjuk vissza. Hogy érzitek? Hát jó, ne viccelj, nem, már ennek így nem tudunk. Ennek így nem tudunk elállni. Szeretnéd azt a bögrét? Hát, mégis igen. Jó van, figyelj, visszateszünk mindegy, neked. Hát, ahogy értitek. Nem, hogy lenne már mindegy, hát akarod nem, azt a bögrét. Nem, visszatesszük. Én úgy érzem, te megérdemled ezt a bögrét. Jó? Jó van, nagyon szépen köszönöm. Visszarakjuk neked, és akkor lesz benne bögre is. Jó, nagyon szépen köszönöm. Na, jó, de akkor most örülsz egy picit. Hát végül is igen. De mi az, hogy végül is igen? Na várjál egy kicsit, akkor kezdjük újra ezt a beszélgetést. Akkor egy hatos készletbögrének jobban örülnék? 6 darab evőkanállal, desszertvillával, leveses tállal, én még mi kellene? Na, mit tegyünk még a csomagban, hogy még jobb kedved legyen? Minek örülnél igazán? Igen, jó kedvem van. Na, igen? Azért érzünk ott egy pici kis melankóliát. Nézed? Főleg, hogy most sikerült bejutnom, úgyhogy... Na látod. Na. Nézed a foci ebéd? Nem vagyok foci, és nem szoktam, néztem, inkább játszom. Már mit jelenti? Hogy hát focizol? Hát tipikszet. De jó, hát vagy azt hittem, hogy focizol. Hát tényleg? Igen. Na akkor mennyi pluszban vagy most? Mennyit nyertél? Hát most tulajdonképpen én nem nyertem, most ismerősömmel játszottunk, ő fizetett, de hát most elment sajnos. De várj, az előbb azt mondtad, hogy nyertél, tehát pluszban vagy, akkor most mégse nyertél? Nem, mert elment. Mire? Hát úgy ment el, hogy 5-ből 4, ugye hibáson lett játszva, nekem 3-ból 2 bejött. Téged picit megvezetett az ismerősöd, szerintem, ha közös alap volt benne. Nem hiszem. Na jó van. Angol-orosz az meglepett egy kicsit. Angol-orosz? Igen, fogalmam. Az egy kicsit meglepett. Hát az angolok voltak az esélyesebbek, de aztán talán 1-1 lett, nem? Igen, döntetlen lett. Az utolsó percekben egyenlítettek a ruszki. Igen, végigvezettek az angolok. Jól van. Na figyelj, ide, küldjük akkor neked ezt az ajándékcsomagot, lesz benne egy olyan. Jó? Na jó munkát neked. Sziasztok. Ciao. Hello. Tök jó arc volt. Értettétek, hogy mi van a pénzzel? Nem, de igazán nem. Lehet, hogy játszanak, hogy akkor nyernek, osztoznak, amikor meg nem, akkor ez csak az övé. Na, egy-két komment csak, hogy mi jött a pólóra, jó? Na, nem mered beolvasni. Most szanáltam kiskamasz fiam szekrényét, kár írja. Írja egy hallgató, ugye Janiék kiakadtak a pólómmal, valaki most kapcsolódott valami, mert van rajta néhány szakadás. Szakadt Farmer tornacipő, szakadt póló, így jöttem a baj, és hát ez a két divadiktátor ezen kiborult. Valaki azt írja, hogy veszel egy vadonatúj autót, de úgy, hogy egyébként már meg van húzva a kasznia. Érted? Tehát, hogy kalapáccsal egy kicsit összeverjük, ez olyan. Nyugodj meg, Balázs, ne figyelj rájuk. Neked legalább van egy egyéniséged. Igaz, furcsa, de van. Igen, értelmezhetetlen, de van. Igen. Volt egy ilyen ingem, a nagymamám az első mosás után az összes lyukat megvarta. De ez milyen így? Felmosni pont jól, jött egy másik komment. Oké, értjük, gyűjtsünk Balinak pólóra. Írja egy másik hallgató. De nem kell gyerekek. Jól van, na, azt nézem, hogy igen, elmegyünk egy picit reklámozni. Még van vagy 600 darab komment. Hát jó, csak most ezeket látom. Ja, ezek voltak, amik kevésbé voltak. Igen, így is évekig azt hittem róla, hogy meleg. Most megint összezavarod. Direkt. Jó. Jól van, na, jó, használjátok csak a Facebook oldalt nyugodtan. Ezt nézzétek meg. A legjobb minőségű gépranya, amit valaha láttam. Ezt én nem kaptam meg. Igen. Amíg jó a műsor, engem az se érdekel, ha pucéran szalad. Engem egy kicsit igen zavarna. 5 perc, pontosan 8 óra, ha van friss közlekedési híretek, küldjetek el nekünk SMS-ben, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Köszönjük! Itt vagyunk!
8 óra után 8 percet. Nem olyan, mint ami koncert, atmoszféra? Az. Nagyon jó. Az. Nagyon jó. Foci EB női szem. Aha. Hát csak mondom, hogy, hát hogy elég jó. Úristen, és most meglátta a Pakman zakóját, és egyből lement a libidó. Igen, lehet, hogy ennyi súlyba tart minket. Nem tudok érteni egyik szélsőség irányába se. Igen, megláttam a jakból készült gyapjú zakóját a Pakmannak, és oda lett az illúzió, sajnos. A jakvajból készült tokája. Jakvajas teát iszik, jakbőrből készült zakóból. Jó kis jakó. Na, azt mondja, hogy M0-as Csepeli lehajtó két kamion kaccant össze, Zoli közszégy elküldted. Milyenek a Szentendrei úton Budakalásznál, illetve pontosabban a Szentendrei és Budakalász között, a Szentendre felé vezető oldalon kb. Félúton. Nóri, drága vagy, hogy elküldted. Köszi. Aztán a budai alsórakparton megint állunk, ha valaki tudja, hogy miért, írja meg. És fotóznak az M6-oson a 84-es kilométernél. Köszönjük szépen. Zsuzsi, most hogy Pocahontasnak öltözöl? A Zsuzsit ma reggel, igen, ilyen kislánynak öltöztették. Szereti a tüzes vizet? Ugye nálunk a bokka megy reggel. Ja, ja. És látjuk, hogy mi történik a nagyvilágban. Igen, Zsuzsi ma Pocahontas volt. Ilyen póthaja van, vagy ilyen, nem tudom, ilyen Vinetuha hajszálak lógnak a ruhájából. De mindent ellensúlyoz, Pakman szurikátából készült. Szurikáta bőrből készült inge. Hány szurikáta kell egy ekkora zakóhoz? 30-40. Hihetetlen a Pakman, nem? 20 év után kiderült, hogy van egyenisége. De komolyan mondom, 20 év képernyőzés után szerették meg a palit, ez döbbenetes. Egyébként többek között én is. Mert egy mogorva, kicsit ilyen fáradt arcú híradós volt, aki tényleg mindig rossz híreket adott. És kiderült, hogy egy cuki pali, nem? Szerethető, aranyos, kedves, halálosan jófej, normális, és tök jól tolta végig az egészet. Elképesztően le tud lazulni. Nagyon, és tök nagyon kellemes csalódás. Igen, lazán tolta az egészet. Hát hol volt? Hol volt ez a Pakman ideig? A híradóban sok kiúrási lehetőség nincs, szóval nem hogy azért ott mutatni magad. Igen, szóval mutass egy olyan híradóst, akinek komoly egyénisége van, ha van, se derül ki. Nem derül ki. Pedig azért vannak jó híradósok az országban, a Szellő, az Erős, a Bárdos, meg nem tudom. De nem tudod igazából, hogy az ő egyéniségük valójában milyen. Na mindegy. És Paris Hilton is milyen? Mosolygós ma reggel. Hát azért ott jobbra. Igen? Nem tudom, mikor láttad utoljára Paris Hilton, de azért Paris Hilton nagyon-nagyon nem így néz ki. Van neki is melle, biztos erre gondolt. Na, majd a jövő héten megjövünk. Már. A dikus. Még egy 4 nap. Fú, a pecska. Nem már. Aha, mi van, nevettem, és valami kijött a számból. Azt a szívecsőt, hál' Istennek, csak te használod. Jézusom. Nem, most, hogy? Hát kijött körbenézni. Őszintén nevetem. Nátom, azt mondták, jó idő van. Nátom és sose volt, hogy nevetetek, és egy pici apró kis buborékig kirögt a szátokból. Igen, az volt, de ez nem az volt, ami kijött, és nem pici. Negyed kiló felsáv volt. Nem tudom, egyszer valami nem stimmel az erőben, mert a hetek óta nem tudok meggyógyulni, úgyhogy ma meglátogatom a körzeti orvosomat. Aha, ha nem alszol-e. Igen, ülök ott a rendelőben, várom, hogy szólítsanak, és utána bemegyek, és feliratok valamit, mert nem, itt valami nem stimmel. Dr. Lecter ma rendel? Dr. Lecterhez ma elmegyek, és mondom, hogy adjon valamit a kis vérveres pennámra, mert nagyon lüktet, úgyhogy. Kérlek, adj valamit, amitől gyengül a fájdalom, hogy a tankcsapdan ultam. De tényleg muszáj lesz. Na, de jó nektek minden reggel móka és kacagás. Hát, muszáj, gyerekek, minket ezért fizetnek, szomorkodhatnánk itt, de komolykodni szoktunk, ugye? Szoktunk néha. De ezért ez egy jó nevetés. Na, jó az egyébként. Jó az. Egy kis móka, meg kacagás reggelenként azért az helyre teszi az embert egész napra. Igen, most értettem meg, hogy mit írt, mert hülye vagyok, mert rosszul olvastam, mert azt hittem, hogy de jó nektek, nálatok minden reggel móka és kacagás. Ja! De jó vagy, apám! Na, így már jó. Móka. Most, hogy kell? Bali, hogy kell elrontani egy poént? Ugye gyorsan megmutatta, hogy kell megölni. Nem, van ilyen egyébként, hogy nem tudsz értelmezni, hirtelen egy SMS. Nekem is jött reggel egy ilyen, hogy Jani, még szégyenletemnen sem mondanám, hogy hogyan mostok. Ezt én is próbáltam ezt. Mondtam annak, hogy igen, hogy telefonáljon már a kedves hallgató, és küldje már el a kódfejtő könyvet, vagy valami. Vagy? Nem. Aha. Nem. De vannak ilyenek. Hát most nem mindegyiket értjük. Azért meg hagyjátok már Peti, szerintem az akkója tök kajak. Kajak. Érted?
Na. A Jakok szürkék? Ez igen. Ez már őszes, tudod, ez egy veterán Jakok. Festett Jak. Ősziak. Mit csinálhatnak most? Mit csinálhatnak most hazánk fiai a nemzeti 21, 11, 22? Láttam a szállásukat, gyerekek. Jó helyen laknak? Ja. Hát az valami elképesztő. Az most már ez már rendes szállás, mert úgy volt, hogy kimentek, és azt mondták, hogy átmeneti szálláson vannak. Nem, ez most a rendes szállás, és figyelj, elképesztő. Medence, pálmafák, golfpálya, futó ösvény, erdő, kis őzek, őzbakok, jó, makákok, állj le, elég. Csermelyek, csobogó hangja. Csobogó kis erecskék, vízerek, iszonyat jó helyen laknak, gyönyörű. Tehát ott komolyan mondom, hogy az olyan ellátásban van részük, hogy elképesztő, gyönyörű, olyan az egész olyan, mint kicsit így nem is tudom, Provence, vagy Toszkána. Gyönyörű. Vagy a provanci, vagy a toszkánai tájak jussonak eszetekbe. Vagy szóval gyönyörű Michigan. Gyönyörű helyen laknak. És én remélem, hogy ez doppingolja a srácokat, mert most holnap egyöntetően egy ország fog leülni a tévéképernyők elé, és nézni őket. Szóval, hogy ez most rajtuk nagyon nagy a nyomás. Egy generáció nőtt föl úgy, hogy nem láthatott világversenyt. Igen, nagyjából, nem? Hát magyar csapatot. Most elkapatjuk az osztrákokat! Visszafizethetünk mindent. Minden. Van egy kis tücske benne. Mindent visszaadhatunk nekik, de tényleg komolyan. Én nagyon várom. Nagyon várom. Most azt olvastam tegnap, hogy az egyik kulcs emberünk lesérült bokában, hogy ilyenkor már nem vigyáznak magukra? Vagy mit történt? A kulcsember? A szertáros? Igen, nálam vannak a medicinlabdák, a bólyák és a pótlabdák. Nem, aláfordult a bokája. Igen. De edzés közben? Hát azért persze, hát azért ott is voltak. Igen, vicáztak éppen. Hát lábon futnak. Ne hülyéskedj, azt hittem már meccselő csak kézen, és ide visszafordul. Láttátok ezt az 50 perces dokumentumfilmet a magyar válogatottról? Nem néztétek meg? Én megnéztem. Jó volt? Nekem nagyon tetszett, igen. Volt azt mondjuk, hogy szórakoztató kis filmecske. Keveset nevettem. De úgy inkább érdekes volt. Inkább érdekes volt. Jó volt. 50 percig követték a magyar válogatottat a három szövetségi kapitányi éra alatt. A Dárdaival, ugye most hogy hívják a német pacákokat? Stork. Ugye, és előtte még talán a Pintérbe is beleforgattak, nem tudom. Nem, a Pintér alatt nem forgathattak. Stork buci. Nem engedte meg. A Pintér alatt nem forgathattak, és öltözőbeli jeleneteket mutatnak úgy, hogy mi volt, hogy jutottak ki tulajdonképpen az EB-re. Hát egészen elképesztő. Nagyon jó. Egészen elképesztő. 50 perc? 50 percig, hogy a Dárdai hogy tüzelte fel őket, hogy a Zsuzsák... 40 perc, amíg Zsuzsák fésülkedik. Nem, képzeld el, hogy megszereted őket. Szóval megszereted őket, és azt látod, hogy sokszor a teljesítményük ellenére ezek a fiúk azért úgy mennek ki a pályára, hogy kicsit a bajukat bele akarnak halni, és minden egyes elvesztett vagy döntetlenre hozott meccs után egyszerűen mély csönd az öltözőben, fájdalom és hihetetlen közérzet, amit láttál, hogy ülnek szótlanul, csapkodják a stoplisztipőt, és néha veszekednek egymással. Nagyon érdekes oldalról mutatja be, ahova nem látsz be, ugye az öltözőben. Aha. Nem tudtam csütörtök este megnézni, felvettem, nagyon-nagyon tetszett. Nagyon tetszett. És a Dárdai, hogy jött meg, hogy tüzelte őket, hogy mit mondott, hogy zavarta ki őket a pályára, szóval ráz a hideg. Egyébként tényleg érdekes volt. A Zsuzsák is, én nem is tudtam, hogy elhúzó ember, hogy ilyen beszédeket mond ő a meccs előtt egyébként. Hogy ki kell menni, és erre várunk 30 éve, és most azért jöttünk, és de nem hagyjuk a meccset. De csak a kamera előtt, vagy ő ezt egyébként nem, a kamera az még ugye dokumentumfilm, tehát ő ezt úgy, a kamera mindig háttérben volt, észre se vették sokszor a játékosok, hogy ott van. Ők csak úgy végigvették, kérdés nélkül, tehát nem volt ez a Zsuzsi, hogy vagy, csak végig ugye dokumentumfilm jelleggel ők forgattak. Baromi jól sikerült egyébként, nagyon, nagyon klassz kis film. Nézd meg, én felvettem. Testem, azért jutottunk a BB-re! De komolyan, megszereted őket. Igen, Egervári is ott volt még, ugye. Hogy azt gondolod, hogy azért ők többet, lelkisebben élik ezt meg, mint amit te sokszor láttál rajtuk a pályán. Vagy ahogy ők kifutottak, vagy a teljesítményük alapján, ugye hát ennyit tud a magyar válogatott. De hogy közben azért ezek a fiúk, hál' Isten, azt látod, hogy egyre inkább kicsit bele akarnak abba halni, hogy ők oda kimennek nem és bizonyítsanak. Nem lehet, hogy csak elfáradtak a meccs végére. Most tényleg nem azért mondom, de nem ez az elvárható minimum. De igen, csak kicsit látod, én nagyon sokszor haragudtam rájuk. Halni tényleg, de igen. Is, hogy független attól, hogy mennyire vagy tehetséges, akkor is érted az elsőtől az utolsó percig, vagy az utolsó utáni percig is hajtsál, hogy ha nemzeti színű mezben vagy, akkor a szívedet lehet. De tök igazad van. Persze, de ez pusztuljál bele minden meccsbe, akár megnyered, akár nem. De az abszolút, ez a fajta mentalitás, amit a Dárdai is hozott, azért ez abszolút elvárható lenne. Csak mondom, jó volt, egyszer jó volt látni.
Na majd meglátjuk az eredményét. Na megnézzük majd holnap. Igen. Alackinak is jakból van. Hát neki a haja igen. is. Ja, igen, csak már kiullott a szőre. Kolyak. Ki ez a világítás óra rajta? Egy érdekes témával készültünk, nem tudom, hogy ti figyelitek-e a közösségi portálokat, de nyilván igen. Egyre több helyen fordul az elő, hogy a cég saját oldalán ugye értékelhetjük a szolgáltatást, és nagyon sokszor érdekes levelezéseket lehet olvasni a cég egyik alkalmazottja, és hát a szolgáltatást kritizáló és a kommentet megíró a vásárló között. Ugye miről van szó? Egész egyszerűen arról, hogy... vannak bizonyos cégek, sőt, hát az összes szolgáltatás nyújtó cég ugye üzemeltet egy Facebook oldalt, legyen szó étteremről, kávézóról, cukrászdáról, street food kajáldáról, tök mindegy. Üzemelteti a saját Facebook oldalát, hogy ezen keresztül ugye hát promotálja önmagát. És oda, ha te beírsz egy kommentet, vagy beírsz egy véleményt, amit ráadásul ugye megcsillagzol, akkor adsz egy osztályzatot tulajdonképpen, akkor azt te nem tudod étterem tulajdonosként, cukrászda tulajdonosként kitörölni, hanem csak reagálni tudsz rá. És egyre többször lehet olvasni egyébként rettenetesen szórakoztató levelezéseket, ahogy a vevő, akinek most vagy igaza van, vagy nem, beír valamit. És lehet látni, hogy mikor ért vele egyet a cukrászda vagy az étterem, és mikor veszi személyes sértésnek, hogy az illető beír, és onnantól kezdve elindul a levelezés a mondjuk az étterem és a vendég között. Zseniális! Hát figyelj, zseniális. Vendéglátósként ez, most ez nem, én mondom nyilván, mert én nem vagyok az, de annyira nem vicces. Annyira nem vicces, nem vicces mert... ez a dolog, ugyanis ahogy neked fölmennek például a Facebookodra, vagy van ez a TripAdvisor nevezetű oldal, igen. És akkor ezeket megnézik, akkor azonnal látnak egy átlagosztályzatot. Na most annak, akinek még kevés van, tehát a karriered elején vagy, és bejön mondjuk egy darab egy csillag, akkor azonnal levesznek érted háromra az ötből, és akkor innentől kezdve az vevő azt mondja, hogy hát én nem megyek be, ez egy hármas osztályzatú hely. És olyan baromságok miatt csinálják meg ezeket az emberek, hogy ezt el nem hiszed. De te tényleg el nem hiszed, hogy beírja, minden jó volt, jól éreztük magunkat, egyes. És nem érted. Érted? És nem érted, és ilyenkor visszaírsz, hogy... hogy miért nem rohadsz meg? Nem ezt írod vissza, hanem hogy legyen már kedves kifejteni azt a dolgot, hogy miért kaptuk az egyest, vagy hogy mi volt a baj, ha ráadásul nem is írja meg. Hát tulajdonképpen semmi, de rossz napon volt, mert a férjemmel uh-huh. előző este össze... Aha, és te ezért kapod az egyest. Egyest. Hát, szar volt a kávé, hát most mit de csinálj? Nem volt szar a kávé, rossz kedve volt. Rossz kedve volt, és lerontja az átlagát a helynek, és utána pedig gyakran ez alapján mondjuk nem választják ezt a helyet, azt mondják, hogy na tessék, én ilyet vezetnék, én valószínűleg minden nap beírnék magamnak. Aha. Egy ötös. Hát mi? Hát van egy ilyen étterme, van egy cukrászdán, nagyon ízlett a kávé, kiváló kiszolgálás, ez a Balázs, hát ott volt, saját kezüleg hozta ki a stífoldert, és mit hozott? A szájával tartott a mokkáskodat. A szájában hozta a hotdogot. És egyébként meg... És beírnék a konkurenciára az utca másik oldalán, hogy hát ne haragudjanak, de amit itt ettem, egyébként... Tehát honnan tudja egyébként a TripAdvisor, hogy nem a tulaj rogat saját magának, figyelj, és csillagoz a hülyére saját egy darabig csináltam, de minden nap új e-mail címről. Én fizetnék egy embert, hogy kicsim, neked az a feladatod, minden nap új e-mail címről nagyon durván beregisztesz. Olyat írsz az étteremről, a cukrászdára, hogy nálunk van a legjobb kávé, a legcsinosabb kiszolgáló. Brutál. Csak ide gyere. És utána mész annak, aki esetleg rosszat ír. Igen, ez egy kegyetlen dolog, ha valakinek rossz napja van. Főleg akkor kegyetlen egyébként, ha ott a hely, mert hogy a vendéglátó szerintem mindenki igyekszik kijavítani a hibáit. Tehát ha ott a helyszínen azt mondja, hogy ne haragudjon, ez a kávé nem volt jó, vagy csak hideg volt, mert az, hogy jó meg nem jó, az nyilván egyéni ízlés kérdése. De ha valami tényleg elszúrnak, ha a levesben hajszá van, azt miért nem lehet ott megmondani? Kimész, és utána elkezdesz dúzogni otthon, és beírsz egy egyest, hogy a levesben hajszá volt? Nem? Hát miért nem ott mondja el? Mert ott még talán ezt úgy orvosolni is tudnánk. Hát persze, meg lehetne oldani. Vagy például az a legjobb, amikor valamit még tényleg elszúrsz, beírja, és utána megírod neki, hogy elnézését kérjük, kedves vendég, jöjjön vissza, meghívom egy vacsorára. Nagyon megy. Jöjjön vissza, olyan verjük. Mondja, hogy maga írt, és már a bejáratnál. Sajnos egyetlen informatikus sincs köztünk, aki megtalálná egy e-mail cím alapján. Könnyítse meg a dolgunkat. És akkor ugye írsz egy ilyet, és akkor erre visszajön, hogy én még egyszer be nem teszem a lábam, mert maguk.
és akkor megint csak írod, próbáld oltani a tüzet, hogy hát mi, hogy legalább adjunk egy esélyt egymásnak. Nem lehet. Nem, azt tudom, hogy külföldi hotelnél például ki van írva, hogy ki van adva, hogy az alkalmazottak, főleg egy induló hotelnél a TripAdvisoron például írogassanak be ugye kommenteket. Annyiszor említették a Börgyögy ezt a TripAdvisort, hogy hogy jön ide? Semmi hétvégén megint pöttyös lett a makkom. El kellett mennem, és ezért emlegettem ennyit a TripAdvisort. Szóval, igen. Na, de viszont ezt a témát, vagy de vagy, viszont igen, ezt nem csináltuk meg. Most már elfogadott mind a kettőt. Most már abszolút használjátok mind a kettőt. Ezt még nem csináltuk meg, hogy írják meg nekünk azon étteremvezetők, cukrászatokat vezetők, tulajdonosok, hogy milyen reklamációba bonyolódtak, sokszor idegesítő, hát hogy is mondjam, olyan vendégekkel, akiknek azért az esetek nagy többségében mondjuk nem volt igaza. Mert ami a levelezéseket az ember olvas, az egészen megdöbbentő. És azt már ugye, na azzal már foglalkoztunk, hogy mi volt, amikor te bementél egy étterembe, és ott nem volt jó, nem szolgálta ki, nem ízlett a kaja, vagy mit a rossz cukrászdába mentél, hát igen. Erről azért Jani is így beszél. Igen, igen, ne írjatok, tehát hogy a notorius panaszkodók meg reklamárokról van szó, de engem most ne írjatok. Tehát igen. Ismerjük egyiket, az biztos, hogy minden vendéglátósnál vannak olyan emberek, akik tényleg annyira látszik rajtuk, hogy azért jönnek be, hogy jó napot kívánok, a vendégkönyvet! Előtte nem rendelne valamit? Ja, két krémest! Igen, igen. De tényleg így írjanak, hogy hát lesz. Majd én megírom. Írjanak nekünk tulajdonosok, jó? Hogy ki az örök reklamáló? Ha beírt nektek a Facebook oldalatokra, mind veszekszik. Ha minden nap megjelenik és jön reklamálni, mi az, amibe beleköd? Ha olvastatok kommentet, és folyamatosan megy a Facebook oldalon a veszekedés, akkor azt írjátok meg nekünk. Tehát erősen, sokszor reklamáló, visszatérő vendégeket keresünk, de most tulajdonosi szemszögből, jó? Vagy üzletvezetői szemszögből. Na, itt van, nekünk. Azért írtam be, mert a pacalhoz nem volt krumpli. Kérjél, és akkor adunk! Na. Érted? Nem adtok a pacalhoz alapból krumplit? Kicsi köret egyből lespórol. Nem spórol le, az 300. Jár hozzá, csak hogy az úri emberek ugye fehér kenyérrel eszik a pacalt krumpli nélkül. Hát az eszem nagyon megáll. Sok köret, hát az eszem nagyon megáll. Sok zöld. Az úri emberek, most komolyan leparasztasztod az egyik vendégeteket. Tényleg? Spórolunk a körettel! Spórolunk a körettel! Nézd már a kis étteremvezető! Érted, kedves ex-vendég, az úri emberek! Nem mindenki! Az úri emberek fehér kenyérrel és zölde leszik. Mi lesz a következő? Rizibiziből kiveszitek a borsót? Beleszetezzük! Majd lesz ilyen! Hát az pacal, krumpli, kenyér! Flős kenyér! Na, ez a baj! Ez hát a krumplival és kenyérrel, nem. Vagy krumpli, vagy kenyér. Vagy krumpli, vagy kenyér. Igen, tehát kenyér. Dönts el! Azt kérjél! Ne akarjon mind a kettőt! Te ne írjál be! Így van, az úri emberek tényleg szikkacsercliver eszik, ahogy azt nem, nem szikkacsercliver. Nagyon szép foszlós fehér kenyér. De tényleg, hogy miért nem ott szól? Mert akkor még mert talán kap, hát rendben is tudnátok tenni. Tehát ugye ez, hogy hazamegyek, és akkor Facebookról 3 óra múlva beírom, akkor már ugye nehéz kivinni. Ki tudjuk, csak írjon címet, de azt meg nem mert. Ez egyébként az összes, tehát ez nem csak az ilyen éttermi pontozós cuccnál, ez szerintem a Facebooknak magának a hibája, illetve nem hiba, de az egyik ilyen tipikus dolga, hogy nincs arcod. Sőt, hát nevet se kell, hogy legyen. Egy kamu regisztráció, és azt osztasz, akit akarsz. Jó, elvégben, hogyha van nálatok, bocsánat, free wifi, akkor már ott rögtön az asztalnál tudod tolni, és az a legjobb, amikor még ott van a vendég, és így tudjátok, tudod, így toljátok be. Igen, válaszolgatok rá. Én azt nem értem, hogy sokszor miért nem a helyszínen próbálják meg orvosolni a problémát. Tehát bemegyek például, mit tudom én, itt van egy levelezés, hogy mindenki kicsit beleolvasunk, és mondjuk kapsz egy rossz kávét, amikor langyos. Én például megörülök attól, ha a levest ilyen fél langyosra hozzák ki. Tehát nálam a húsleves az úgy kell, olyan forró kell, hogy legyen, hogy nagyon forró. Átégesse az edény. Tehát a húsleves legyen forró. Itt a babát csúnyája. A felesége mézes csupra. Olyan forró legyen. De Jézus. Jézus. Köszönök, mint apám zokni a kapálás után. Én azonnal szólok. Igen. És nem vagyok egy hátris vendég, tehát én nem úgy megyek be egy étterembe, hogy na most aztán reszkesetek. Most tehát, ahogy Jani megy a cukrászába, vérben forgó szemekkel megy, itt tudom én nem tudom lúdlába tenni, rám ez nem jellemző. De tényleg János már egy kicsit zabosan megy a cukrászába, mert úgy is tudja, hogy lesz valami konfliktus. Én nem vagyok ilyen vendég. De én azonnal szólok, nekem eszembe nem jut egyébként megenni a rossz húslevest, szótlanul tűrni, hogy szar a kaja, bocsánat, hazamenni és TripAdvisoron nagyon kiosztani az éttermet. Tehát ott tudod ezt azonnal orvosolni. Miért nem szólsz, ha rossz a kávé vagy meleg a levest? Ezt érted? Tehát van az a vendég, aki egyébként megeszi, kifizeti, hazamegy, és ott aztán kijönti a lelkét. Azonnal kell szólni. Hát, mert félsz szólni. Mert arccal kell vállalni azt, hogy meleg a leves, vigye vissza, melegítse meg. Úgy kell mondani, hogy ne bántódjanak, hogy édes savanyúnak, jó húslevesnek nem.
Csak beleköpnek, tudod? Igen. De tényleg, utána mondjuk nem eszem vandiasodót én sem. A somlói kimarad. Meg semmit, amit be van göngyölve. Semmi olyat, amire nem látok rá. Ott is belézel még a Gundel palacsintában is. Utána egy sima sült krupli ketchup-el, de már a ketchup-től is nagyon félek. Nem, szóval ott a helyszínen kell szólni, nem? És akkor orvosolják, és utána kapsz egy forró kávét, egy vagy nap. Egy forró leves, és elnézést, akkor utána nem, de ha jó a kaja, akkor nem írok be. Meg ha nem? Normális a hely, és tényleg jogos az észrevétel, akkor azt megcsinálják, én biztos vagyok benne minden. Azt mondjuk nem érted, mondjuk mikor a kávéra azt mondja a vendég, hogy elnézést, ez túl forró. Remek. Volt ilyen, hogy forró a kávém? Tényleg? Kiadtad, és mert hát ugye már most főt le. Menj oda, fújd meg a kis kicsi száddal. Egyébként az zseni lenne. Most kortolja meg? Jó, most egész jó. Köszönöm. Szívesen. Pár fokot lejjebb tud-e vinni még? Önökért vagyunk. Most jó. Igen, na, drága étteremvezetők, tulajdonosok, üzletvezetők, a legnagyobb reklamálókat keressük, jó? Írjátok meg nekünk, mibe kötött bele, hányszor jön vissza, visszajött-e két reklamálás után, és harmadikra elvitte az eklerfánkot, mikor képviselőt rendelt egyébként. Belekötötte a torta külsejébe. Mi van, ha újra jön? Ki ügykezel? Ki megy oda? Mert vannak a visszatérő reklamálók, ugye? János is négyszer elment, fölpofosztatta magát azzal a cukrászdával, elment ötödszörre is. Fölpofoszták, mert hatodszorra is elment. Már első mondtam, hogy szóval nem ennyi oda, mert nem jó. Még négyszer elment megveretni magát makkal. Picit érte? Már örülnek neki, ilyen voltam ott két hónapja. Szerintem kimmal az arcot áthúzva. Igen, ha meglátjátok, zárjatok. A fotocella úgy van beprogramozva, hogy neked nem nyílik ki konkrétan, mert arcfelismerő szkenner van benne. Na írjatok, jó? A legnagyobb reklamálókat keressük, hogy mibe kötött bele az illető. Fél kérem, szóval pontosan jövünk az SMS-ekkel mindjárt. Ez itt a Morning Show. Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan. 3 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és arról beszélgetünk, hogy ugye hát egyre népszerűbbek azon oldalak, illetve pontosabban nem azon oldalak, hanem most már minden étteremhez, cukrászdához, street food kajáldához lehet ugye hozzáírni különböző kommenteket. És arról beszéltünk, hogy van a visszatérő, állandóan reklamáló vendég, aki alig várja, hogy belekössön, vagy belekötessen mindenkibe. És ezen témát úgy már megcsináltuk, hogy vendég szempontjából te mit találtál elviselhetetlenek az étteremben, és mibe kötöttél bele. De a nagy reklamálókkal talán még nem foglalkoztunk, és kértük hallgatóinkat, akik tényleg éttermet vezetnek, vagy cukrászdában dolgoznak, vagy hát bárhol tulajdonképpen tényleg zöldségesnél, vagy bármilyen étteremben, írják meg nekünk, hogy milyen nagy reklamálókkal találkoznak, mibe köt bele az illető, és mivel lehet leszerelni, ha egyáltalán le lehet. Hát izgalmas. Nagyon jók jönnek, kapunk, nagyon jönnek, és hát mi mondjuk, mert egy Feri túl szerénye ez, meg egyáltalán nem szeret veletek konfrontálni, hogy az a kettő, azaz kettő tized tegyen titeket boldoggá, mivel lerontottátok a kórhelynek az osztályzatát. Jó? Az legyen az összes boldogság az életetekben. Én már lefűztem erre. Jó, az a 4-8. Itt vagyunk, itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Ciao. Hello. Tamás veled, mi történt? Mi borsolákat szervezünk egyekre, és az egyik vendég adott egy 3 csillagos review-t azzal a kitétellel, hogy hát igazából nagyon jó volt minden, sőt túl jó, és már a második pince után ő annyira sokat ivott a borokból, hogy a harmadik pincénél rosszul lett, és nem tudta élvezni igazából amit kínáltunk, és ezért ad nekünk egy 3 csillagot, és hogy nem kellett volna ilyen sokat töltenünk neki, ez volt az észrevétel. Tehát jó borokat adtatok, hamar berúgott, és belekötött abba, hogy túl jók voltak a borok, és túl sokat kapott. Konkrétan elképesztő. Így van, és azért adott, ez volt az egyetlen 3 csillagos review-nk abban az időben, és kértük a céget, hogy hát ez mégiscsak nem kéne, hogy ez a review ez így megmaradjon nekünk a listán, és erre visszaírt a TripAdvisor, hogy hát ők, igen, ők elolvastak, de szerintük ez a legjobb review, amit kaphatunk, tehát hogy valaki azért panaszkodik, hogy túl sok és túl jó bort kap, úgyhogy innentől kezdve ők nem érzik úgy, hogy ezt le kéne venni, és hát hál' Istennek azóta azért jött 180. Na de milyen mentalitású vendég lehet, nem? Aki tényleg ebbe köt bele, tehát valószínű neki soha semmi sehol nem túl jó. Túl előzékenyek voltak, túl óvatosak, túl figyelmesek. Mi kértük elnézést, tudod? Semmi a piár, ő túl hamar berúg, és ezért ezt a nyakatokba varja. Igen, na hát ilyen vendégekre gondoltunk pont. Van egy-két őrült, volt, aki meg beírt azon, hogy hát
neki nem volt jó a kaja, és különben is túl nagy volt a dugó az úton kifelé, ezt tudom, amikor tavaly építették az M1-M7 megötőt, és akkor vissza kellett írnunk, hogy hát igen, már mi beszéltünk a városmenedzsmenttel, és hát sürgettük őket, de sajnos. Igen, nehezebben elintézheti a dolog. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Köszi, szia. Hello, hello. Szállodában nálunk egyszer jeget kért a szobába egy vendég, pesgő nélkül, mert azt a Tesco-ból hozta, nem te voltál, Jani? Nem te voltál? Majd reklamálni kezdett, te viszed a jeget is, elfelejtettem. Majd reklamálni kezdett, hogy a jég nem volt megfelelő hőmérsékletű. Atya úristen, azért van vastag bőr, nem? Beviszed a tetyós. Nem volt, hogy gondolom, hogy kicsit megolvadt, vagy már csöpögött a jégkocka, tudod, tehát mert nem volt megfelelő hőmérsékletű a jégkocka. Ez is kis szatyorba beviszed azért a 300 forintos pecsgődet a tetyóból. Nem? Hát elkezdett olvadni, mert ők is a tetyóból hozták, gondolták a tetyós pecsgőz, tetyós jégjel. Igen. Azt mondja, hogy csak súgok, írja egy hallgató, a budapesti szállodáknál is megszokott a saját TripAdvisor oldalon való felértékesülés. Egy szállodai szolga. Igen, drága vagy, köszönjük, erről mi beszéltünk a hírek előtt, hogy tudjuk, hogy sőt, én elmondtam, hogy nemzetközi szállodáknak az alkalmazottaknak ki van adva, főleg induló szállodánál, hogy egy napi két hozzászólás, húzzatok bele, add a jó pontokat. Hát ez a legkönnyebb. Hát mindenki írja a saját maga jellemzését, ezt csinálják egyébként. Magyar szállodák, éttermek, külföldi szállodák, hát hülye lennél nem beírni egy jót, ha van egy helyed. Nem? Most mit írja a szállodádról? Tűzfal néz, messze igen, van a tenger, és nagyon rossz a kaja. Hát isteni a kaja, szép a tengerpart, és nagyon illedelmesek, és udvariasak a munkatársak. 20 pozitív komment, és a jövő héten nyitunk? Igen. Igen. Novemberben egy hölgy megkeresett bennünket egy karácsonyi foglalás miatt, mi elküldtük az ajánlatot, ezek után egy nappal a dátum előtt jelezte, hogy elfogadja azt. Természetesen már teltház volt addigra. A kollégámmal úgy üvöltött, el kellett tartani a kagylót, sírt, hogy ezért kirúgják. Megsajnáltuk, átszerveztünk pár rendezvényt, felhívtuk, majd közölte, hogy csak nem képzeljük, hogy oda jönnek, mert majd beleköpünk a kajájába. Viszont cserébe teleírta az összes fórumot rólunk. Atya úristen. Kedves vendégünk, évek óta minden hónapban legalább egyszer eljön a családjával 15 fővel vacsorázni. Minden hónapban 15 fővel, csak jelzem. Eddig egyszer sem fordult elő, hogy minden rendben lett volna. Hideg a leves, kicsi az adag, nyers a szóvidáltus. Múltkor nem ez volt az étlap, nem jó a sör, hideg a bor, nagyon lassúak vagyunk, túl gyorsak vagyunk, hideg van, meleg van. Nincs már kolléga, aki kiszolgálná őket. Eddig a visszajelzés mindig az volt, hogy elmegy. Minden hónapban legalább egyszer 15 fővel. Mekkora rohadék az ilyen? Nem? Hogy visszajön? Visszamenni? Hát nem mész vissza, mondjuk te is visszamész. Négyszer mi? Azért mondom, hogy ez, igen, akkor ismerős. Hát ez, akkor azért van ez az ember típus, igen. Hát ha az ötödikre jó lesz. Egy étteremben a brassóira tett teljesen kulturált visszajelzése válaszul, egy trikóban kijött a szakács, belemarkolt az ételbe, ami nem fért a szájába, visszadobta, majd megkérdezte, mi ezzel a baj. Mikey küldte nekünk, ő most a másik oldalról írt. Na csak mondom nektek, hogy beszéltünk a témáról, én most fölmentem hozzánk. Kedves Szobor Sanyi, 3 perce értékelt bennünket egy csillaggal. Mit írt? Semmit. Adott egy csillagot. Tehát... Kell neked bemondani a helynevét. Hát, de na jó, csak... Hát kell neked a helynevét bemondani. Hát, bemondom már párszor az igen, elmúlt én években. Én azt gondolom, hogy ez nem az én szegénységi bizonyítványom. Sanyi, hát most ha nyomott ez nyomott neked... Nyomott egy csillagot, semmi nincs hozzáírva, és 3 perccel ezelőtt érkezett. Tehát valószínűleg életében nem járt nálunk, és akkor most ez neki jó pofa. Hát, Sanyi, hajrá! Akadjon a torkodon a fácálleves legközelebb. Azt mondja, hogy nálunk a vendég reklamált, hogy túl forró a leves, és kér bele jégkockát. Van, aki megrendeli kiszállításra a pizzát, és mivel többnyire erősen ittas, másnap józanul jön bereklamálni. Behozza a maradék egy szeletet, és ordít, hogy ehetetlen volt, kéri vissza az árát. Havonta kétszer eljátsza, fel sem veszük a rendelést. Tél mínusz 15 fok, ülök egy szál pólóban a buszban, amikor az utas még a lépcsőre lépés előtt megkérdezi felháborodva, maguknál ki van adva, hogy ne fűtsenek? Erre mit mondják? Papinok küldte nekünk. Lidlben dolgoztam, ahol egy kedves vásárló kérte egyszer a panaszkönyvet, mert túl hangosan mondja be a hangos bemondó, hogy épp mikor melyik kassza nyit. Az milyen? Az milyen? Kedvenc bejegyzésem a vendégkönyvben, a WC-ben nem volt készülő papír, de hajszárító igen. El kellene dönteni, mi a fontosabb. Na, hát ugye... Atya úr is. Beszéltem. Igen. Házhozszállításunknál a vendég körülbelül 45 perces szállítási időért 30 percre kapta meg az ételt, ő ezt roppant volt sérelmezte, és egy csillagot adott, de azóta is természetesen mindig tőlünk rendel. A vendég reklamált, hogy a rántott harcsa ponty volt. Dühömben kivittem neki a szürke harcsa filét egészben. A kedves vendég ránéz, és arrogánsan közli, hogy ez ponty. Mondtam neki, hogy nem higgyel ez harcsa, erről felháborodva kioktatott, hogy az édesapja horgász ne akart olyan őt megvezetni, és kérte a panaszkönyvet. Az milyen, amikor a pontyot elnézett harcsára, nem? Azért az is nagyon erős.
Azt mondja, egy erdei hotel negatív hozzászólás. 2. Hangosan csicseregtek a madarak. Na, ez old meg. Hát én imádom. De ilyenkor mit kell csinálni? Tehát, hogyha helyben jelzed, akkor hogy hívják, kimegy a pincér egy sörétessel, és megritkítja a vadállomány, vagy mit tudsz csinálni? Igen. Balatoni Háromcsillagos szálloda vendége a nekik szervezett koncert alatt felmegy a szobájába, és a képek alá bekommentel, hogy minden rossz, és senkinek nem ajánlja. Majd visszajön, és jól érzi magát. 2 hét múlva megint ott van. Az mennyire aljas. Szól a koncert neked, táncolsz kicsit, fölmész, bekommentesz, visszajössz és bulizol tovább. Akkora rohadékok. Nekünk cukrásznánk van egy kedves vendégnek, a torták sosem elég krémesek, vagy túl sok a krém menne, a tejszínjabb nem elég magas. Legutóbbi rendelésnél annyit mondott, adok maguknak még egy esélyt. Havonta 2-3 tortát visz évek óta. Jani, hát nem is tudtam, hogy rólad is írnak. Hát most érdeklődnek meg. Ez te vagy, basszus, a krém nem elég benne, a tejszínjabb nem elég magas. Rendelésnél annyit mondott, adok maguknak még egy esélyt. Ez te vagy. Mindenki ez basszus, hát ez te vagy. És havonta 2-3-szor jelenik meg. Nagyon jó. Van még egy hallgatónk, Marci, hello Marci, jó reggelt. Hello, hello, sziasztok. Na, te cukrászdát vezetsz, vagy üzemeltetsz, vagy... Én a séf vagyok. Te vagy a séf. És kaptatok egy csillagot, miért? Kaptunk egy csillagot, azért kaptuk, mert a vendég azt mondta, hogy túl jó a paleó sütemény íze, ezért ő nem hitte, hogy tényleg paleó. Ne, ilyen nincs. De van. Tehát aztán ízlet neki jó volt, és adott egy csillagot. Ízlet, nagyon ízlet neki, és azt mondta, hogy mivel a paleó, amit eddig evett, az mindenhol túl rossz volt, ezért hát nem értékelte túl jóra. Mert azt mondta, hogy szerint ez nem igazi paleó, én kimentem, megmutattam neki, hogy mi a anyaghányad, meg miből dolgozunk, és akkor elhitte. De egy pillanat. Megyek. Csak közben dolgom. Még egy információ. Azt a mindenit. És nem is lehetett meggyőzni, lebeszélni semmit. Nem. Elképesztő. De igazából utána kijavítottam, miután többször evett nálunk, de... Nagyon hát képes. Azon gondolkozom, hogy ők valószínűleg erre mennek. Tehát neki mindegy, hogy mit adsz. Hát, igen, ha nem jó az, ha jó túl az, tehát rajtatok töltik ki. Köszi, hogy elmondtad. Én is köszönöm. Hello, ciao, ciao. Hello. Valaki írt még egy SMS-t, azt mondja, hogy most itt valaki, ne szomorkodj, Feri, én is adok egy csillagot, és akkor már lesz kettő. Az már kettő, így is van. Aranyos vagy. Aranytündér. Na jó, van, hát nagyon jó SMS-ek jönnek, köszönjük szépen. Rendeltek egy 32 cm-es pizzát, kiérkezés után felháborodva hívtak fel minket, hogy fél centi mínuszunk van, mert a pizza csak 31,5 cm átmérő. Lemérte a pizzát. Azért. Hát én sok mindent viszek magammal, de egy szóstokot soha. Látod, hogy még te is tudsz hova fejlődni? Igen, most meg is készítem, ahogy hazaérek. Nem tudom, mennyi a lúdláb és a Rákóczi túró standard magassága, de lesz még belekötni való, ahova mész. Tanulsz te még újat. Na jól van, hát igen. Pontosan ilyen SMS-ekre gondoltunk, mikor kitaláltuk ezt a témát. Köszönjük szépen. Mutatjuk, hogy mi a beugró a hármasugrása, aztán beszélünk egy induló játékról, mert hogy a következő órában lesz egy játékunk. De csit, nem többet. Először mutatjuk, hogy mi a feladvány. Ezt nem kell még egyszer megmutatni. úgyhogy ha játszolátok hármasugrást, akkor 2 darab dalcím, vagy 2 darab előadó. Na, és ugye ahogy ígértem, lesz egy játékunk. Tehát figyeljetek, nálunk mostanában a hűtő a sláger. Figyelj, nyár van, meccs van, meccshez kell egy jó ide. Na ez az összefüggés. Érted, mert például télen elég ha a sört a meccshez, kirakod a teraszra. Tényleg. Meghűlik. Azért toltuk el most a hősugárzós játékot. Azért. De nyáron hiába rakod ki a sört a teraszra. Érdek, az utóbbi órapokban nem tudom hány darab hűtőt szortunk ki, most újabb 5 hűtőszekrényt szeretnénk adni. Méghozzá elkeseredett, kicsit reményvesztett, a férjüket a tévé elől el nem mozdítható háziasszonyoknak, akik szeretnék maguknak megnyerni a hűtőt, hogy legalább a foci EB alatt egy kicsit jobb kedvük legyen, ha már az uruk a haverjaival állandóan sörözve meccset néz délutánonként és esténként, nyerjen magának egy hűtőt. Pontosan így van. A 2 héttel ezelőtt kisorsolt hűtőszekrények elérték a tervezett avulási idejüknek az időpontját. Cseréljétek le őket. Így van. Úgyhogy hűtőszekrényt lehet nyerni. A játékra röviden csak egy mondat. 11 másodpercetek lesz arra, és ez most csak és kizárólag csajoknak szól ez a játék. Ez most diszkriminatív. A 11 sem véletlen, biztos. A 11 sem véletlen. 11 másodperc. Na, az sem lehet. Mi van még, ami 11? Vagy nem 11 óra? 11 másodperc alatt kell elmondanotok majd, vagy megpróbálni körbeírni egy általunk megadott dolgot, ami a futballra vonatkozik.
Tehát megkérjük, akár egy szabályt vázoljatok nekünk 11 másodperc alatt. Ha mi, a három laikus, akik egyébként hát tényleg laikus futballdrukkerek, úgy ítéljük meg, hogy jól magyarázta a hölgyjátékosunk, akkor nyer egy hűtőszekrényt egyébként tele mindenféle itókával. És akkor a szabályokról van szó, te nem a gömb alakú, a kemény pattog. Micsoda ez? Kapufa. Ja, szerintem ez kapufa. Szerintem ez az. Egy szabályt kell elmondani. 11 másodpercetek lesz erre. Nem én döntöm el, hogy jó magyarázza-e, ugye? Tehát, mert hároman utána mi visszavonulunk, én vagyok a játékvezető, ti a két partjelző. Visszavonul a három játékmester, és megvitatja, hogy jól mondta. Olyan szakértőkkel a zsűrben, mint mi. Igen. Jó, de nagyon. Hát nálam azért a lesz szabályot, azért gondba lennék. Úgyhogy... Melyik sport? Ja. Futball. Jó, úgyhogy lehet jelentkezni erre a játékra is, egészen nyugodtan. Küldjétek el nekünk SMS-ben, ha játszanátok. Jó, most nem adunk egy külön kérdést erre, vagy egy beugró kérdést, csak küldjetek, ha játszanék, engem hívjatok, szívesen nyernék egy hűtőt, tehát jelentkezzetek játékra SMS-ben. Jó? Te vagy a boss, az történik, amit találsz. A boss. Gyerekek, ne felejtsétek el, én vagyok a boss, így van, Jani jól mondja. Jó, úgyhogy írjatok nekünk, jelentkezzetek a játékra, mi pedig jövünk Ákos híre után. Klassz FM. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el. A Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. A legjobb. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Jöjjtök a legjobban. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 9 óra után vagyunk pontosan, 9 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Atya, úristen, milyen videót láttam. Na, miért? Egy 5 éves kisgyerek, az Index 2-n láttam. Egy 5 éves kisgyerek, egy kis kínai kisgyerek, hát Viki majd fölteszi a Facebookra. Nem hiszed el, hogy zongorázik. Tehát, hogy én ezt egyébként nem is értem, hogy ez hogy működik. Hogy amikor a tehetség ilyen szinten tör utat magának, az hát, egy 5 éves a kisgyerek. Jó, Kínában azért van egy ilyen ráhatás, nem tudom, a sportolókra hallottál-e már, de azért biztos, hogy kell, hogy legyen valami, én nem tudom. Én valami ezt, kell, hogy legyen. Azért van benne valami, leültethetsz hogy... te egy 5 éves gyereket, ha nincs affinitása, vagy 3 évesen, akkor büdös életben nem fog így játszani, én nem hiszed el. De mire gondoltál fel, hogy a kottatartó állványon verik, vagy összecsavart patintúrában? Hallottál már a kínai sportoktatásról? Nem. Most ő nagyon-nagyon tehetséges. Ő nagyon tehetséges, de azért akkor is kell valami, hogy én annyira az ember 5 évesen ilyen legyen. Szülőként egyébként tök nagy parám ez. Ti nem szoktatok ezen gondolkodni, hogy... Hogy tehetséges vagy az zongorában? Hát, nekem már annyi minden elment, én nekem már minden nap eszembe jut valami, hogy még ez is elment, az is elment. Nem, hanem, hogy a gyerek, nekem mindegy, hogy mi. Csak találja meg valamiben saját magát úgy, hogy az áthúzza a lázadó kamaszkoron, az áthúzza a drogon, az áthúzza a züllésen, tehát bármi olyan, amiben belekeveredhet. Aha. De ha van valami, és ez most mindegy, hogy sport, vagy zene, vagy kosárlabda, vagy curling, vagy tőlem gyep hokis. Csak ne szinkronuszás. Még de, az is, ha átúzza. Na jó, nem, azért az tényleg az nem. Na jó, azért mindennek haltára. Akkor inkább ne csináljon semmit, tényleg, a fiú szinkronuszon ne legyen. De találja meg magában azt a dolgot, ami jut utána átmenekíti majd. Most vagy nem is átmenekíti, megvédi. De most odáll eléde jó tündér, és azt mondja, hogy Balázs, a Benivel kapcsolatban következő van, mindent meg fog úszni, tehát nem lesz drog, nem lesz part, nem lesz izé, viszont néptánc. Néptánc, igen. Ó, Istenem, akkor számokért nem a jó Isten, hogy te ott fönt, aki röhögsz a barkodba, annyiszor te. Te, hogy miért kell mindig egy csavart vinni az életbe, hogy miért nem tudsz valami olyan affinitást adni, ami tényleg egyszerű, szóval miért kell, kiváló néptáncos lesz. Nagyon fog szeretni. Nem lesz drog, nem lesz parti, nem fog bűnözni, csodálatos. Igen. Viszont, vagy hárfa. Igen, ott áll majd a keresztúton. Néptánc, vagy férfi manikűrő. Mehetek majd a két dologhoz ért a gyerek, két dologban sziporkázóan tehetséges. Néptánc. Röjtök muzsai falunapon lépek föl, apa, mert nem ott vagyunk. Nekem még, de egyébként nekem az a néptánc marhára bejön. Figyelj, csak szeresse. És most meghallgatod ezt a kínai 5 éves gyereket, figyeld, hogy zongrázik. Hát csak megpróbál meg mutasni. Figyeld. Mutasd. Tehát rászól az apja, kicsit röhög a gyerek, nagyon cuki. Jó, ez keresőpján. Megkérdezik, ja, bocsánat. Hogy mondtam?
Játszani szeretnék inkább. De a zongorán, ugye? Pofol lesz, ha nem játszol. Nem. Már az ebédet is ugrott. Elkezd zongorázni. Figyelj. Mutattam a videót. Gépzongora. Hát már nem igaz. Nem hiszed el, 5 éves a gyerek. Jézus. Valahogy csodálatos. Belógott a Kalasnyikov csöve. 5 éves. Nem is minden melléütésnél megrázza az áram. Mindig ez jut eszembe az ilyen videókról, hogy itt valami magasabb rendű dologról kell, hogy legyen szó. Tehát maga az 5 éves gyereknek a teste, az csak közvetít valamit. És egyszerűen ez a fajta energia, ez a fajta... valaki? Istenem, hát nektek erről beszélni azért... A parkos kapkodó gépébe, én azt nem gondolom. Nektek gyerekek, hát ugyanez. Kútba dobott szó, hogy mi... A kis karpok törpe. Sóval szántott, sóval behintett terület ezért, tehát Kártágó a rómaiak után. Nem erre gondolok, hanem ő... Valaki bábozik vele? Igen, az apja mozgatja. Van egy kemény Henrik szellem. Zsinórokkal mozgatják a gyereket. Nem arra gondolok, hanem maga a test, meg maga a gyerek, az csak maga az oltár, és azon keresztül a lélek valahogy úgy tör utat, hogy na, hát ez... Én kimegyek kávézni. Nem létezik, érted? Hát nem létezik. Oltár, nem létezik, komolyan mondom. Nincs így. És egyébként valahol irigylem. Most nyilván, ha a gyereket közé ütik, verik, és az apja egy ilyen sikertelen valaki, aki napi 10 óráig leülteti a gyereket a zongora, mert nem tudjuk, hogy éri el. De lehet, hogy a gyerek egyébként imádja, és azt csinálja, és imád zongorázni, és szereti, tehát én sosem szeretem, amikor a megkeseredett szülő a saját meg nem élt vágyait bele tapossa a gyerekbe, de a gyerek mosolyogva ül és zongorázik, azt látom rajta, hogy szóval ő rajta valamilyen energia megy át. Még egyszer, mert olyan jó volt hallgatni, mondd még egyszer, oltár, olyan szép volt. A test. Hogy a test oltár, az csak egy oltár, és az a tehetség, ez a szellem, ez csak átmegy ezen az 5 éves gyereken, és ezt hozza magával, érted? Tehát ez egy magasabb rendű dolog, mint hogy kis Xián leült egyébként, és elkezdett zongorázni. Nem lehet, egyszerűen az anyja hasába zongorázott. Ha melléjük nem kap enni? De egyébként, nem tudom a papa milyen. De simán lehet, hogy ott áll, és áramban a gyerek testet. Én nem hiszem el. Lenyomja a piros gombot, érted? A gyereket meg megcsapja egy 10 évvel. Ahhoz, hogy így zongoráz, ahhoz 3 éve legalább már zongoráznia kell. Tehát 2 éves korában leültetett. Hát érted, hát azért voltak ilyen nagy zeneszerzőink, akik már Mozart 3-4 évesen zongorázott. Szóval én nem hiszem, hogy élvezi. Hát ő játsza, egy 5 éves gyerek nem rohangálni akar. De lehet, hogy neki viszont ez a játék. Tehát, hogy azért nem biztos ám, hogy feltétlenül labdázásban, meg libikókázásban kell gondolkodni a gyereknél. Mm. Mert lehet, hogy számára ez egy játék, és marhára élvezi. Simán lehet. Érted, Mozart süket volt? Vagy hát ugye egész fiatal halt meg, de ugye... Hát hallatszik is. Érted, süketen szerzett zenét. Hát hogy? Akkor még az elején nem volt süket. Nem, az elején nem volt süket. És Beethoven volt, aki süket volt. Aha. De... Így van, na, azért mondom. Mozart is az. Házter volt életben, mint csak Beethoven, bocsánat, csak a ragály. Süket volt. Én Haydn-nél is gyanakodtam az erre, na. Igen. Bachnak vagy fél heréje volt. Igen. Meg fog fulladni. Na. Nem, csak Mozart összekeveri. Mozart ugye fiatalon halt meg, és Beethovennek is süketen szerzett zenét. Hogy a fenében? 5 évesen, hogy mikor kezdetek? 3 évesen? 2 évesen, érted? Leültethetném Manuelt másfél évesen egy zongorához, de még azért úgy nem jönne be. És Mozart multitalentum volt. A Kugele például. A Tallériáról nem is beszélve. Ja, Istenem. Na mindegy. Szóval azért ez nagyon nagy. Azért ez nagyon nagy dolog. De a lázadás meg a kamaszkör így is úgyis meg lesz sajnos. Akkor sem játszok Vivaldit! De nem, mert a sport, meg a zene, ha tényleg te tartozol egy közösséget, sportolsz, versenyzel, akkor azért nem úgy lázadsz. Mert akkor az a fontos, hogy eredményeket érjél, menjél, ott legyél, a csapattal legyél, hát az tök jó. Na mi ezt, nem szoktatok ilyenen gondolkozni, ez a lényeg. A kérdés innen indult. Szoktatok ilyenen gondolkodni, hogy milyen jó lenne, ha a gyerek előbb-utóbb megtalálná magát valamit. Ja, az hát, nagyon jó lenne. A lányomnak megvan. 3,5 perc alatt bármilyen mennyiségű somlóit meg tud-e. Ennél egy kicsit mélyebb. Én most mélyebb dolgokra gondolom. A verseny, amit meg tud nyerni? Majd van somló, ja, hogy megcsinálod a somlójevő verseny, gyerek, akkor megnyeri. Akkor is területi bajnok lesz. Meg vagyunk. Na akár az, a somlójevő versenyen akar indulni. Akkor legyen az. Na mindegy, jó van, nem érdekes. Szóval a lényeg, hogy nézzük a közlekedési híreket.
Azt nézem, hogy mi a helyzet az utakon. Csak nem vált a gépem. Hát most itt a sörös hűtőre való jelentkezés azt hiszem kicsit megzavarta a rendszerünket, de örülünk meg, hogy ennyien akarjátok. Helyes csajok, vigasztaljátok meg magatokat egy hűtővel. Helyes, mindjárt játszunk. A budai rakpart az Árpád hídnál simán járható. M0-ás Csepeli lehajtó, két kamion koccant össze. Zoli írta nekünk. M3-as Pest felé Füzesabony után 109-esnél Gabesz írta nekünk. De mi van? 109-esnél? Ja igen, baleset. Igen. Kamion az árokban folyik a mentés, dugó még nincs. 108-as kilométer és a 109-es kilométer között Budapest felé az M3-ason. Köszönjük. Köszönjük szépen. Hallottátok, hogy Noibi gépe kényszerleszállást hajtott végre? Van neki gépe. Saját gépe van. Saját gépe. Noibi. Mi bőj? Tessék? Hát azt tudjuk. Ja, tudjuk. De hogy milyen? Agassziból. Norbi gépe állítólag kényszerleszállást hajtott végre. Norbi, ez nem saját gép. Nem, hát nem úgy értem, csak amivel mentek. Nem is igazi gép, ez csak egy dión. Egy dióny. Nem, hogy Réka és Norbi ment valahova. És hát felszállt a gép, és azonnal kényszer leszállást hajtott végre. Azért ilyenkor az ember már összetolja magát, nem? Hát most főleg, hát, amikor ugye... És hát mondta vajon, hogy... Jéka, tajítsd a magadságot! Jéka, ezt a viszkit még megiszom. Megdobott a tejmik. Ezt a mogyójót még megeszem. Ne, hogy, nem csak olvasom ezt a hírt, hát nyilván ez valójában megtörtént, de hogy én azért biztos összepisélném magamat, azt bemondja a pilóta, hogy na, akkor most van egy kis gond. Ugye nem biztos, hogy ez az orrodra kötik, de kényszer leszállást hagyd végre. De azt érzed, látod, hogy mi mész lejjebb, szerintem az érződik. Hát nyilván tudod meg, azt bemondják, Jéka, persze. Jéka, húzd magad fejé a botkolymány. Jaj, ne így, bébi, ne így. A másikat. Ne azt a botkolymány, ne azt a botkolymány. Volt nektek már kényszer leszállásatok valahova? Nem, hála jó. Ki félt jobban valon, Norbi vagy Réka? Én szerintem a Norbi jobban fél. Szerintem Norbi. A Réka azért egy bátor. Nem azért, mert nem értette, Réka egy bátor csaj. A Norbit se gondolom gyámának, de szerintem hát kezdők közül Norbi volt jobban. 300 méter magasban bátorság kevés. Tehát, hogy ez azt nem szerintem, hogy elkezdesz zuhanni. De ilyenkor kivigasztal ki, a nő a férfitről, a férfi a nőt. Én azt vettem észre, hogy ebben a szituációban egyébként a nők sokszor bátrabbak. Hát az anyuka, kicsit úgy oda a melléhez, ráfeküdted a fejeddel. És... Noibi, gondolj, jaj, hogy hány embert lefogyasztottunk, szajok rá! Meghajunk! Most elmondom neked, hogy a Réka nem sejpít. Ja, tényleg. Tehát szerettél, ezt tényleg vagy. De Norbi csak így érti. Ja, Istenem. De nem, tényleg komolyan van azért. Én biztos összetolnám magam. Hát figyelj, szóval elmondják, hogy kényszer leszállsz, én megértem, ha bármelyik őjük is meg volt ilyen. Összetolnád magad? Összetolnám magam. Ja, tojnám. Ja, ez most direkt mondtam én. Akkor biztos becsukiznék. Szóval soha nem volt még ilyen. Hát szörnyű. Légörvényben való már. Zuhanástól is abszolút para van. Tehát ott se tudod, hogy mi történik, mikor így esik a gép egy 100 métert, vagy nem tudom mennyit, mert az értékelhetetlen. De hogyha ilyen nagyon gyorsan leteszik a gépet, meg ott állsz, mi van? Baj van? Rossz a gép? Időjárás miatt szállunk le? Valaki rosszul lett? Amiatt szállsz le? Tehát önmagában már az is, hogy egyszer vagy kétszer repültünk egy pici géppel. Elvitték minket, meg egyszer volt, hogy be is fizettünk egy ilyenre, és a pilóta az ugye másképp értékeli azokat a helyzeteket, amikben te elkezd rászkodni alattad a gép, meg jobbra dob, balra dob a szél, meg ilyesmi, és ő neki ez így semmi. És tudod, hogy már hátul már iszonyatosan remektek, már összetoljátok magatokat, amikor ő még csak mindig lenyit, hogy hát ez mindig az, hogy picit szelesebb az idő. Ugye átveszed a kormányt, Jani, de írja egy hallgató, hogy lehet, hogy Norbi csak annyit mondott, hogy ég a zsír, és a pilóta ezt félreértett. Ég a zsír. Na, várj, itt van Norbi, váó, betelefonált. Norbi, hello, jó reggelt, csáó. Jó reggelt. Tényleg kényszer leszálltatok, vagy a bulvár megint túloz valamit? Nem, ez tényleg kényszer leszállás volt, rendesen. Komolyan? Fönn is van ilyen a flyradar. Pont akármilyen komon. Pont komon, Norbi. Azt nem pont kom, de pont biztos, hogy nem. Na mindegy, az igazság, hogy én meg a Réka milyen autunk a repülőn, és igazából én csak arra lettem figyelmes, hogy mint hogyha tudod, kiengednék a kerekeket. Van egy ilyen nagy tompa puffanás. Na mondom, de jó, már megérkeztünk, szállunk le. Kinéztem az ablakon, és akkor láttam, hogy az Alpoknak a heves, havas hegycsúcsai azok ilyen mikronagyságúak, tehát legalább ilyen 7-8 méteren vagyunk, ám mondom, itt a kereket biztos nem engedik ki, úgyhogy fura volt, aztán elkezdtek a tuáletek rohangálni, mindenkitől elkapkodták az ételeket, úgyhogy nem nyert el a falatot se az űrge, és akkor mindenki becsatolta magát,
Aztán én azt mondtam, hogy ez valami turbulencia, és igazán megint visszaaludtam. Székával együtt. Pici, nem voltatok fáradva azért, volt mit kipihenni, igen. Mert zuhan a kép, ti még mindig aludtatok. És az igazság, hogy nem mondták be, hogy ez most kétszer leszállás, mert nem akartak pánikot kelteni. Szépen leszálltunk a reptéren, hát egy félúton voltunk, visszaszálltunk a reptéren, aztán, hogy Ferihegyen vagyunk, vagy hát Liszt-Ferenc repülőtéren. De olyan furcsa volt, mondom, végig, hogy ott buszozunk kifele, mondom, tehát valami érdekes, mondom, az egyesre szállt le, mert itt még nem jártam. Tehát mondom, ez olyan furán néz ki, aztán látom, hogy nincsen sehol magyar fejezet, csak exit, mondom, ez is fura, mondom, nincs magyar fejezet, és akkor mondják az utasok, hogy milyen? Amúgy... De már látod az Alpokat, és utána azt gondoltad, hogy mégis a Liszten vagytok? Hát azért onnan azért vissza kell jönni, repülni. Ja, hogy visszaaludtam, és igazából lent értesültem a többi utastól, hogy leállt egy hajtómű, utána mondták be, és hogy kétszer leszállás volt, visszavitték a gépet, azonnal betereltek minket egy terminálba, újra becsekkoltak, egy órát eltöltöttünk egy ilyen váróba, ott nem kevés pesgőt sikerült meginni. Akkor még mindig azt hitted, hogy Feri egyen vagytok? Nem jön a takker? Mindenkihez magyarul szóltam, és az igazság, hogy utána újra fölszálltunk egy hasonló típusú géppel, újra fölszálltunk, akkor igazából, akkor féltem egy kicsit. Tehát nem a valós sztorinál féltem, hanem utána ilyen posztraumatikus tületem volt, de sok magyar utas volt, jókat ulasztunk, igazából elpoinkodtuk az egészet. Tehát én azt gondolom, hogy innentől kezdve, aki biztonságban akarja magát érezni, annak velem kell utaznia, mert statisztikailag nagyon kevés az esélyem, hogy lezuhanjak, vagy bármi. Mi van, indul valami új életmód tábor a tengeren? Persze. Jövő héten megy a hirdetés nálatok fel. De jó. Ja, most már, hogy hívják, aktatásba kérik a pénzt a Kajmán-szigetek. De ez jó egyébként, hát figyelj akkor, ahogy szokták mondani, neked ejtőernyős tantuszod van, tehát egy picit később esett le a sztori. Igen, később esett le a sztori, de mondom, utána izgultam itthon egy kicsit, tehát nem is akkor, és nem is úgy, és na és őszintén, ki félt jobban, te féltél jobban, vagy Réka félt jobban? Jó kérdés. Én már egy pár jártam a halál közelébe, én már annyira nem féltem. Legutoljára, amikor találkoztál az egyik kis részvényesedben. Igen. Köszi. Egy sötét sikátorban. Nem. Vagyok a végzeted. Hanem arra gondolt Norbi, hogy nemrégiben elautózott egy cukorgyár mellett. Igen, hát te már egyszer azért közelben voltál igazából. Elég sokáig, hónapokig közelben voltam, két című tettel, az kemény volt. Úgyhogy azt mondom, hogy ettől minden kisebb. A repült az azért utálom, mert egy tehetetlen érzés, ugye nem tudsz beleszólni, nem tudsz mit csinálni, csak rábízod magad. Itt vele egyszer beletudsz, csak ilyenkor visszaütetnek az ülésedre. Előre mehet az ember, csak után hamar visszaütetik. Jó volt a túra, ahol voltatok? Vagy az publikus, hogy merre vagy? Publikus, fönn voltunk az Alpokban. Na, az Lucern mellett 4 napot, Rékától ezt kaptam születésnapomra. Wow. Csak a nagy duettől nem tudtam ugye kiaknázni a lehetőséget, és akkor véget ért ez a döntő, akkor egyből elutaztunk, és hát igazából nem csak 3 napig igazából egy ilyen kis hegyi motelben aludtunk, túráztunk, kerékpároztunk, ennyi. Wow. Néha kerékkettel. A fóban kerékpároztatok? Olyan volt tényleg, hogy nyár volt, a Madácsi Cselgész, zöld, fűgyönyörű, 25 fok, és mondjuk mentünk egy órácskát, és akkor hóhatár. Nagyon szép, hogy a nyárból lépeget a télbe, ez egy ilyen nagyon szép. Réka, milyen kis romantikus, aha, hogy meglepett egy ilyen úton. Hát, hogy elnézte a prospektust, és nem Lucernbe voltatok. De ez tök helyes. Nem, Lucern mellett van, most ha megkizotok, sem nem tudom megmondani a helynek a nevét. Tehát egy ilyen kis vejnemőjnen, cunkenfrükken, nem tudom pontosan mi. Nottyenflottyen, klátyenflottyen. Jó nem flottyen, Nottyenflottyen. Na jó van. Oké, Norbi, örülünk, hogy megvagytok akkor. Én is örülök, úgyhogy repüljetek velem biztonságban. Mi a következő? Légitársaságod lesz? Fly, Norbi. Norbikám, csokoltatunk, vigyázz magadon. Ciao. Hello. Szia, Norbi. Ciao. Szia. Termesztő történet. Apám. Termesztő, hogy végig alszod a kényszer leszállást. Apám. Ne, hát nem volt rossz egyébként. Na játszunk? Hogyne!
Melyiket játsszuk el? Játsszuk le ezzel a hármasugrás. Jó. Jó, játsszuk le a hármasugrás, és akkor utána jön a hűtős játékunk, amikor is elkeseredett, reményvesztett háziasszonyok, akiknek a férje számüzetésbe vonulva nem hajlandó másra foglalkozni, csak a foci edével, megvigasztalhatják magukat egy hűtőszekrénnyel. Ehhez azonban jól kell magyarázniuk, vagy hát valamennyire ismerniük kell a foci szabályait. De várjál, most az van, hogy meg minden nap játszunk, és majd pénteken sorsolunk egy hűtőt? Nem az van, hogy minden nap nyerünk egy hűtőt. Illetve minden nap nyer valaki egy hűtőt. Így van, ha jól mondja el nekünk ugye az adott kérdésre az adott választ, vagyis egy foci szabályt kérdezünk majd, amire mi sem tudjuk a választ, de hát a hallgatónk sokkal okosabb. Úgyhogy ez lesz nem sokára, most azonban hármasugrást játszunk valakivel. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Sziasztok, Zsuzsi vagyok. Zsuzsi, hello! Hello, Zsuzsi. Hello, írja valaki, hogy igen, láttam Norbiékat a Luzernásba. Zsuzsi, honnan hívtál minket? Tatabányáról hívtalak titeket. Tatabányáról. Az jó. És mi a helyzet, mit csinálsz? Hát most munkában vagyok, remélem nem nyírnak ki, hogy veletek játszok, úgyhogy mindenképpen nyernem kell. Nem nyírnak ki. Mi a főnököd allergiás arra a rádióban? Hát a nagyfőnököm a tök cuki, ő nem. Hát a másik tolattól egy kicsit tartok. Mindjárt jön itten, aztán megbögdös ilyen izével. Hány főnököd van neked? Hú, nekem rengeteg. Hú, hosszú lenne a musik, de hogyha fő kéne sorolnom, hogy kik meg mit. Sokszor már is keverem őket, de nem baj. Jól van, mehetünk? Persze. Milyenek a kérdések, Jánsóan? Hát, közepes. Bekeményítettél? Picit igen. Mi van, rossz trüffelt tettél a hétvégén, vagy mi van? Nem. Beráktál? Romlott volt a ludlám? Most már elég, és az asztalra csaptam. Ezért kicsinálok valakit, legyen egy ártatlan hallgató. Avas volt a gesztenye püré, vagy mi történt? Na, azt mondja, itt van az első kérdés, ki írt a 10 kicsi néger című regényt? Agatha Christie. Ennyi. Menjünk tovább? Igen. Azt mondja, hogy melyik városban zajlott az a per, amelyben a harmadik birodalom politikai, katonai és gazdasági vezetői felett ítélkeztek? Nürnberg. Így van. Nagyon jó vagy. Nagyon nürnbergi per. Hasítasz. Harmadik már nehéz lesz. Hú, fogadjunk sport. Az. Aha. Forma egy. Nem. A foci. Jaj. Nem. Hát az sem. Ennyire megy a foci meg a forma egy? Hát a forma egy igen, a foci az nem, meg úgy nagyon a többi sem. Még a jégkorcsolya az még talán elmenne. Ez a kettő, ha van, akkor megköszönném. Megy a jégkorcsolya? Hát akár igen, de abból is valami finomabb változat, mert persze. Nem rég volt a szeretem, de forma egynek jobban örülnék. Tudod, ki volt Jutta Müller? A parancsolt? Akkor nem. Anett Pöcsre, emlékszel Anett Pöcsre? Igen, ő egy jégtáncos hölgy volt. Így van. És elhangzott ez a mondat. Ez a mondat elhangzott. Mekkorát nőtt Anett Pöcs, mióta Jutta Müller tartja kézben. Ez egy elhangzott mondat. Mekkorát nőtt a kis pöcs, amióta Jutta Müller tartja kézben. Volt ilyen mondat. Ez egy klasszikus mondat. Na. Ez a Francesca Cloaca? Na figyelj, azt mondja, így szól a kérdés. Menjünk akkor? Hát próbáljuk meg. Legfeljebb bumbozok. Melyik sporták 16-szoros világbajnoka a brit Phil Taylor? Nem nehéz. Phil Taylor, egy kis duci emberről van szó. Húha. És nagyon jó keze van. Valamilyen dobó lesz. Az. Jó irány. Mert baj lesz. Nemzeti hős. Baseball? Nem. Darts. Mondtam forma egyről kérdezzetek. Az nem úgy van, hogy csak itt átírjuk a kérdéseket, meg helye ugyan meg. De egyszer már kaptam tőletek, csak akkor nagyon cukik voltatok. Ma jó van, hétfő van. Öregszünk. Látod, mennek az ajándékcsomagok, figyelj, bumozhatsz, tiki-taki. Bum! Volt benne, hogy te mi? Most jönnek a főnökökbe. Igen, most rányítják az ajtót mindjárt, igen. Nálam nem. Sajnos nálam sem. Senki? Nem. Nem villan? Nem. Pedig olyan szépen játszottál. Hát. De kár. Mutatná a bum, ha oda talált volna, de nem. Zsuska, puszi. Puszi, sziasztok. Sziasztok. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na jöjjön akkor a focis játék. Hajrá! Na.
Focis játékunkhoz érkeztünk, napi hűtőszekrény ajánlat. Minden nap nyerhetnek egy hűtőszekrény. Hűtőszekrény ajánlat. Napi hűtőszekrény ajánlatunk. Jó állapotban lévő, szinte új. De most van. Mi van, sör van benne, vagy nincs benne? Van egy kis sörike is benne, hogy azért a férjek, urak is boldogok legyenek, de most elsősorban ez nőkről szól, nőknek. A nők is megijatják. Így van, a nők is megijatják. Fájdalom díjként a foci elbére egy hűtőszekrény. Ha már úgyse elvesztetted az uradat, hívhatjuk. Akkor nyerj magadnak egy hűtőt, jó? Csak csajok jelentkezhetnek, így mondtuk, hogy az egész héten csak csajok. Cakcajok. Cakcajok jelentkezzenek. Kicsit. Igen, tessék. Halló, jó reggelt, morning show, szia. Szia. Hello, hogy hívnak? Hello, Barbie vagyok. Barbie, hello Barbie. Honnan vagy Barbie? 60-ból. 60-ból, nagyon jó. Igen. Izgulunk, Barbie, izgulunk? Persze, na. Na, az jó. Hol vagy, hallom, hogy munkahely vagy olyan kis... Igen, munkahelyen. Mit csinálsz? Egy varrodában dolgozom. Barbie, egy varrodából. Jól van. Igen. Na és milyen állapotban van az otthoni hűtőszekrény? Hát már rászorul egy kis cserére, van egy kis problémája. Tényleg? Igen. Hát itt az alsó fagyasztó része egy kicsit elkezdett neki folyni, úgyhogy valószínűleg már így újat kellene venni. Hát akkor itt az ideje. Vagy nem csuktátok be? Vagy nem fizetitek be a villanyszámlát. Hányas vagy fociból? Hogy osztályoznád magad mondjuk egy 1-től 5-ig terjedő skálán? 2-es. Akkor ott vagy, ahol mi. Ott vagy, ahol mi. Körülbelül igen. Tehát mondunk egy szabályt, illetve pontosabban mondunk egy hát valamilyen fogalmat a fociból, jó? Igen. Neked pedig el kéne magyarázni, hogy ez mit jelent. Oké, megpróbálom. És erre 11 másodperced lesz. Jó. 11, ez egy bűvös szám, ugye 11-el játsszák, ugye 11-es lehet rugni. 11-kor is kezdődik. És még sorolhatnánk. Hát ennyit tudok érni. Hát hagyd ne folytassam a becsárját. Hát én se tudnék többet. Fogalmam nincs. Na. Szóval 11 másodperced van. Hogy mondd el nekünk az adott szabályt lehetőleg jól. Oké? Oké. Felkészültél? Van segítséged? Nincsen senki, ugyanis kivonultam. Helyes. Hát, ki kellett. Oké. Okay. Na figyelj, Barbie. Indítjuk az órát akkor, 11 másodperc. Igen. Nagyon figyelünk. Amikor lejár az idő, akkor vége van. Értelemszerűen. Oké. Okay. Jó? Rendben. Na figyelj. Óra indul, mondd el nekünk, hogy mit jelent az előny szabály. Ó, talán azt jelenti, hogy az egyik egy ellenfél csapat a másiknál, talán nem tudom hány méterrel lehet előbb, és akkor erre vonatkozik egy ilyen bizonyos méterig. Aha, tehát előrébb lehet az ellen. Hát egy bizonyos méterig szerintem, egy bizonyos méteren belül igen, és akkor utána, hát így satszolnám. Tehát az egyik a másik előtt. Lehet, hogy tök hülyeségem. Magamhoz hívom játékvezető társaimat, a két partjelzőt, fussanak ide hozzám egyetesült. Ja, bocsánat. Úgy láttam az egyik flottulál. Hereszt a szerep kicsit. Kezdenek elfáradni a szímerények a második fél idő vége felé. Hát valóban nem vagy erős fociból. Hát nem. Hát igen. Szerintem. Mit mondanak partjelző kollégáim? Szerintem tök jót mondtam. Barbie félreértette, mert hogy mi a labdarúgásról szeretünk volna beszélni egymással. Szerintem játékosunk nagyon jól látta, hogy van ellenséges csapat a pályán. Ez itt már önmagában egy pont. És azt is jól látta, hogy az egyik ellenséges csapat előbb-utóbb előrébb jár, mint a másik. Na, egy bizonyos méteren belül gondoltam. Hát értem én az asszisztenseim érvelését. Hát figyelj, elmondom röviden, hogy köze nem volt annak, amit mondtál, ahhoz képest. Lelkes vagyok. Nagyon, ez tetszik. Igen. Nem próbáltam, és annyira lelkesen, mondtam. Szerintem tök jó volt, ezt ti tudjátok rosszul. Hát, igen. Elindultál valami más vonalon, de az nagyon nem ez volt. Szerintem te egyébként a lest akartad valahogy kicsit megmagyarázni, de az előnyszabály az teljesen más.
Értékeljétek a lelkesedést. Az a baj, Barbie, hogy tíz után, után itt minket, hogy hívják el az épület előtt, ilyen kis Hello Kitty-s kézitáskákkal agyonvernének, hogyha neked most odaadnánk ezt a hűtőszekrényt, mert hát ugye azért... Bizony, ez nem volt jó. Hogy ez nem igazán. Ez nem volt jó. Nem igazán. Nem igazán. És pedig nagyon cuki játszottál. Nagyon cuki vagy, nagyon helyes. Ha valami minimális közelet volna hozzá, mi megadnánk. Ha egy jó szó lett volna benne, ami az előnyszabályra vonatkozik. Biztos volt egy jó szó valami. Hát, ez... És hogy tudnak, és szaladnak lelkesen. Figyelj, Anna kiírja nekünk ezt, még a reklám után újra meghallgatjuk, és beadjuk a hallgatóknak. Ha találunk benne egy szót, ami az előnyszabályra oda lehet tenni, akkor megadjuk ezt a hűtőszekrényt. De hogy semmi nem volt. Tehát egy szó nem volt benne, ami jó lett volna a 11 másodperc, amit rá tudok írni. Maximum az, hogy labda. Na, az már egy jó szó. A labdát sem mondtam? Várj, a labdát sem mondtam? Barbi. Húzás mondtam, és méterelők. Igen, Barbi, tehát még a labda se volt benne. Két ellenség. Komolyan, mint a felcsúti kisvasút, ennek a tömegközlekedés, ez kb. Ennyi között volt. Nagyon jó volt. Visszavonulunk az asszisztensekkel, átgondoljuk, hallgass az adást, jó? Jövünk mindjárt. Puszi. Szia. Tudtuk, hogy jó lesz ez a játék. Nem tudunk rosszat kitalálni. Éreztük, hogy ez is nagyon jó lesz. Ezt már Barbie be is bizonyította, hogy... Fussunk be az öltözőbe, szaktársak, beszéljük át. Vannak azért rajtunk kívül is teljesen hülyék, akik teljesen offok a focihoz, nem? Nagyon aranyosok, nagyon helyesek, végtelenül szimpatikusok, de hogy semmi között nincs hozzá. Olyanok, mint mi? Fél tíz múlt pontosan 8 perccel, jövünk egy pici szünet után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Klassz! Csak slágerek, Klassz FM, a rádió. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 lesz pontosan 3 perc múlva. Hát, meghoztuk a döntést. És a döntés nem lehet más, mint egészen nem adjuk oda a hűtőt, nagyon egyszerű oka van, nem hűtőirigyek vagyunk, hanem ha az első napon egy játékban odaadjuk valakinek úgy a hűtőt, hogy abszolút rosszat mondott, és ez most nem a jó vagy rossz indulaton múlik, akkor holnaptól kezdve még 4 ember úgy nyeri meg a hűtőt, hogy bármit mond igazából, ha Barbie-nak odaadjuk, nem tudunk következetesek lenni, nekik is odaadjuk a keddi, szerda, csütörtöki, pénteki játékosnak. Viszont asszisztenseim javasoltak valamit, és ez egy nagyon jó felvetés. Így van, hogy az MLS-nek elküldjük mindenképpen szabálymódosítás gyanánt, gondolják át tényleg ezt a definíciót, amit Barbie-tól hallottunk. Lehet, hogy ez a nyerő. Barbie kap egy lehetőséget pénteken, vagyis ha addig felkészül, nem az előnyszabályból, hanem átnézi a szabályokat, akkor vele játszunk még egyet. Azt egyelőre ne kérdezzétek, hogy mi van a holnapi játékos és hülyét mond, mert akkor pénteken 6 pot játékunk lesz, így vegyünk és görgetjük a játékosokat. 8-10-ig pénteken csak játszunk, de Barbie, figyelj, ha hallgatsz bennünket, kapsz egy plusz lehetőséget pénteken. Addig fölírtunk. Pedig halmozódnak a gyereménye. De a hűtőt most egyszer nem tudjuk odaadni, mert holnap már nem lesz tétje a játéknak. Muszáj, hogy valami tétje legyen. Holnap betelefonál, megkérdezzük, nem tudom mi az. Ez mond azt, semmi nem stimmel, de oda kell adni, hiszen Barbie-nak is odaadtuk. Joggal kérdezi majd a játékos, hogy nekem miért nem, ha Barbie-nak is odaadtátok. Pedig nem volt jó. Tehát muszáj következetesnek lennünk, mert magunkat sodorjuk később bajba. Meg már megvan a hűtőnek a helye Balázsék a Ráckevei Vikendházán. Az a másik, hogy egy jégkockás, vízautomatás, kétszárnyas, 4000 köbméteres hűtőről van szó, mély hűtővel, nem tudom. Ha eltöntöd, lakni is lenne. Ha igen, úgyhogy sajnos muszáj irigynek lenni. Na, a vicckedés, csak kíváncsiak, mit mondott. Hallgassuk már meg még egyszer, jó? Hogy Barbie mit mondott. Hogy jellemezt? Ugye a kérdés az volt, hogy előnyszabály, ugye? Talán azt jelenti, hogy az egyik egy ellenfél csapat a másiknál, talán nem tudom hány méterrel lehet előbb, és akkor erre vonatkozik egy ilyen bizonyos méterig. Aha, zseniális. Semmi, de hogy így semmi. Talán nem tudom, hogy hány méterrel van a másik előtt. Az erősség. Imádtam, nagyon jó. Oké, holnap folytatódik a játékunk, holnap nem 9 után játszunk. De még az is lehet, majd mondjuk holnap, jó? Kitaláljuk. A lényeg, hogy csajoknak szól a játék, bárki jelentkezhet, és hát definiálni kell egy szabályt. Ez a lényeg. Jó? De ilyen közhelyszerű szabályokat. Nagyon egyszerű szabályokat mondunk. Persze. Nem lesz, hát azért az előnyszabály se túlságosan bonyolult szabály egyébként. Ezt még mi is el tudnánk mondani egy-két mondatban. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Felhívtuk Lopper Danit a közútkezelőtől, mert hogy
Hát kitalálták, hogy a 67-es út aszfaltja egy speciális technika segítségével zenélni fog. Értelemszerűen tudjuk ugye, hogy melyik dalról van szó. 67-es út, ez az útneve is, és a dal neve is, és, vagy a dal címe, és hát megkérdeztük Danit, hogy ezt hogy kell elképzelni, mikorra lesz kész, mi van a bringásokkal, mi van a kamionosokkal, mikor hallhatjuk a 67-es utat zenélni, Dani pedig elmondta, hogy mire készülnek. Kiderült, hogy több ilyen van már, Amerikában, Japánban. És némelyik felismerhető is. És némelyik felismerhető is, hát reméljük a miénk is az lesz. Erről volt szó, valamint szolgáltatások értékeléséről, ugyanis ugye hát arról beszélgettünk, hogy milyen rossz lehet azért a cukrászoknak, az étteremvezetőknek, a boltvezetőknek, amikor is egy-egy hát reklamálási vénával megáldott vásárló szabadul be, és tönkreteszi a napját az eladónak és a tulajdonosnak. Írtak nekünk étteremvezetők, tulajdonosok, boltvezetők, hogy hát milyen reklamáló típussal találkoztak. A túlfűtött vendég. A túlfűtött vendég, igen, ez volt a témánk. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 6 perc van pontosan, 10 óra. Csabi, hello! Jó reggelt kívánok, szevasztok! Na végre egy futballőrült. Készülsz? Mire? Hát mi az, nézegeted a benne vagy? Mire kész? Hát a holnapi vagy? Magyar meccset, tudom, hogy már megy az ebéd, de hogy holnap nézel a magyar meccset. Nem, eddig mindent megnéztem, de a holnapit szeretném kihagyni. Hát ne viccelj meg. Elmegyük kirándulni, Hát nem sikerült az összeset. Eszünk egy ott dödölét valahol kihagyni, nem érdekes. Nem sikerült az összeset megnéznem. Van, amit csak később felvételről tudtam megnézni. De hát van a telefonomon alkalmazás, és folyamatosan nézem az eredményeket, stb. Meg vagyok persze. Nem, mondjuk szombaton te 3 meccset végignézel. Nem tudtam szombaton végignézni, mert hoztam nektek, lementem Szomolyára saját kezemmel, szedtem nektek kis kézzel, kis kosárba, mi hagyjál már? Persze. Ez olyan, mint amikor én hozok valamit, hogy saját kezemmel csináltam. Meg hát tőle tanultam ezeket a mondatokat. De jól csinálod, persze. Jól de csináltam. Ettél belőle, nagyon jó cseresznye egyébként. Összehúztál egy kupacot a lehullódba, egy hólapáttal? Vagy... Azt mondták, hogy ezt vigyem el, mert ez már csak a cefrébe jól gondoltam. Nektek jó lesz. A cserkóban, amikor cserkót eszel, van egy ilyen nosztalgikus élmény, nektek nincs, amikor fölültél a szomszéd cserkófájára délbe, és délután 6-kor úgy könyörögtek le, hogy gyere vacsorázni, de nem, nálunk Majos házán dél egy házán volt, úgyhogy légpuskával lőttek ránk, mert úgy ettük a cseresznyét, hát felmentünk a szomszéd cseresznyéfájára, és le nem szálltunk. Mint a sáskadoklának voltunk mi is, az a környék összes cseresznyéfáját. Vártak, hogy megérik, leszedik, és mi egy nappal korábban mindig ott voltunk. S nálam több dínyét senki nem lopott a Dunavarsányi dinnyeföldekről, mint amit mi loptunk el, mikor ott jártunk Dunavarsányra. Én kértem inkább, tehát hogy nem másztam fel a fákra. De ez tök unalmas, Csabi. Jó, hát látod, de hát az ez a különbség. Tényleg tök unalom volt a Csabi. De ez a különbség, hogy van, aki kéri a dinnyét, van, aki bemegy gyerekkorom a dinnyeföldre. Volt, de ezt, amit most hoztam, azt kértem. Tehát legális, tehát nyugodtan ehetitek. Hát ha loptad volna, is megenném egyébként. Fölment egy idegen fára, leszettél egy kis cserkot, megeszem egyébként. Persze, de akkor legalább azt hiszem, hogy tökös vagy. Elmentem, képzeljétek el, neked. Szomolya mellett van Noszva, és ott van a Cserusnak egy ilyen kávézója. Oh. És elmentem, mondom, és meggyógyított? Kiszem egy kávét. Mondom, van már mindenki fotót, ért a gasztronómiához, gyerekek. Most már mindenki ilyen kávézó, már mindenki azt hiszi. Igen, mindenit. És jó? Finom kávéja van egyébként. Tényleg? Gondolom, hogy nem ő termeszti a kert végében, meg nem tudom, pörköli, de ő szedi a kis kezecskével. Igen, de kifejezetten neki pörkölik állítólag, és mondom, csináljunk egy fotót, hogy megörökítsem, hogy itt voltam, és leültünk, és megfogta a kezem, és mit csinál? Örülsz neki. Örülsz neki, mert hamarabb szabadulsz. És úgy kérdez meg, hogy cukorral vagy édesítővel? Igen vagy nem? Nem, ez ilyen sztereotípia, gondoltam én is, hogy viccelődöm vele, hogy bevállal le egy szelfit. Ja, hányszor hallott ezt, mert halál jó arc egyébként. Teljesen. Dumász feled, nagyon jó fej. Nagyon kedvelem őt, jó arc. Örülsz neked. Igen. Te voltál az ott az egyetlen vendég? Nem, de én voltam az első. Nem, az első. És hány óra volt este, éppen zártak. Eleve most nyitott, és vasárnap volt. És hát gondolom, ilyenkor azért ott a környék, ugye turistákkal van tele, akkor ébredeznek, én meg már reggel 9-kor ott kopogtattam az ajtón. De ott ült, tehát hogy nem bennlakik a kávézóban, de mégis ott volt. Tehát ott várta a vendégeket, érted? Tehát tök jó. Sok üres fröccsös kancsó volt körülöttem, amikor megfogta a kezed. Igen. Egy írógép félig teleírt papírral készült az új könyve, igen. Ja, azt mondta, hogy most jelent meg. Nem tudom, tehát, hogy azt itt a riportot készítek biztos. Van úgy, hogy Mecsánusnak? Jó fej volt, nagyon jó arc volt. Na jó, van, hívjuk a naphallgatóján. Áldugta nyelvét. Valahova biztos, de én kifizettem a kávét, ha erre gondolsz. Hát igen, Szomolyára. Morning Show. Azok vagyunk, így van, jó reggelt, hello. Jó reggelt, sziasztok, Zoli vagyok.
Szia Zoli! Ciao, hello! Na, írtál nekünk SMS-t, nagyon jó volt, ugye a zenélő utas témánkhoz szóltál hozzá, és a Lopper Daninak szerettél volna üzenni, akit ugye sokszor hívtunk, hogy mi lesz a tízes úttal. Te erre reagáltál, én is küldenék egy dalt a Daninak a tízes útról, az FLM megtalállak még cím. Sokat nem javult az út, nem? Nem. Honnan, hol a pirosörös vár, Soly, már üröm, honnan jársz benn? Nem, sofőr vagyok, sokat járok arra. Ú, szegény. Az egész országban, nem, hát tudnék mesélni. Festeted már a hajad? Mennyire vagy már ősz, igen. Jól van, mondtad, hogy Morning Show, kapsz egy szép kis ajándékcsomagot tőlünk, jó? Köszönöm szépen. Illetve, hogy látom most itt a monitoromon, van még egy csomó plusz ajándékod, úgyhogy hallgass meg a reklámblokkot, és akkor kiderül, hogy mivel gazdagodtál még, jó? Jó, köszönöm szépen. Oké, köszi, hogy minket hallgatsz, jó munkát neked. Köszi, sziasztok. Ciao, hello. Csavikám, mondj valamit. Csiripelj valamit, remek zenék lesznek? Azért ajánlom most a Metcont, mert a Metcon is az egyik sztárja a Klaszner 2016-nak, őket majd a Balatonon lehet megnézni, és a játék most megint majd a Klasz délutánban lesz a Vágópirosnál, de én már most le fogok játszani egy Metcon-dal, csak hogy az emberek képben legyenek, meg főleg ti is, hogy ki az a Metcon? Hát mondjuk a Balázsról lehetünk képzelni, hogy tudja, de a Janinak meg neked szerintem vannak. Köszönjük. Lepótolni való. Persze, hogy tudom, hogy ma tudnám. Hát persze, hogy nem. Hogy kamuzat itt. 10 óra van pontosan, Csabi jön a kiválság műsorra, 555-55-00, a telefonszáma, kérjetek tőle sok jó dalt, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.